Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nincs más, csak fagy, divergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csatogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, a csodákról, ahol most gyertya fényvilágol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, selyempapír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villag a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról, mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják. Sok ez soknak? Imádkoznak, vagy iszonyodnak? Mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele vártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. És most csak áll és bámul a sok ember, te szólni hozzá senki nem mer, mert ő sem szól már, és nem is vádol, csak néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta, kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit cselekesznek, csak orrontják, nyínnak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon, és a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról, az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett, miért nem pusztult ki, ahogy kérték, miért nem várt a csendben végét, miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt a sok ember? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből.
találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, az élet eleven ellett. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsát, mert csillagék hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. És eljött minden szentek éjszakája. Az ablakukban sorban gyulladtak a gyertyák. Mária kép, kereszt, és oda került az ablakba. Én ilyet még soha nem láttam. Nem lehetett, szóval ilyet. A házmester körbejárta a lakásokat, és megmondta, hogy melyik szőnyeget lógassuk ki az ünnepeken az ablakon. Hát ilyen nem volt, hogy magától, és gyertyákat kiraknának a lakók. És végig sétáltam az utcán, mint kisgyermek, és ebben gyönyörködtem. Csodálatos éjszaka volt. Hát rengeteg gyertya égett, világított az ablakon. ...1956-ban a 5-ös Lóránd Tudomány Egyetem hallgatójaként értem a forradalmat. A leglinked szakra iratkoztam be annak idején, az újságíró szakra. Azért kerültem ide, mert akkor én verseket írtam és elbeszéléseket, és úgy gondoltam, hogy a újságíró szakon teljesedhet ki az adottság, ami néhány versbe és néhány elbeszélésbe akkor már jelenvaló volt. Mint újságíró bolytár, 1956 nyarán Somogy megyébe kerültem gyakornoknak a Somogyi Néplaphoz. Két nagyobb írás jelent meg azon a nyáron. Egyiknek az volt a címe, hogy Kutyakeserű. Ezt a parasztok helyzetéről vetettem papírra, a másiknak pedig az volt a címe, hogy nincs ami ösztönözön. A kaposári cukorgyár munkásaival beszéltem. Egyik alkalommal igalom, akkor az még járnási székhely volt, mentem egy cséplőgéphez, akkor még cséplőgépek járták a falvakat, csépelték a gabonát, azzal, hogy a cséplőgép mellett dolgozókkal riportot készítettek. Nem engedtek a közelükbe, nem állt velem szóba senki. Számukra idegen voltam, és aki a akkori faluba idegennek számított, azzal nem álltak szóba. Volt egy kislány, talán azért, mert fiatal legény voltam akkor, talán másért, oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy mi járatban vagyok. Néhány perc múlva ott termett a apja, és két akkora nyakleves kapott, hogy az órával törölt el földet. Tele volt félelemmel, és tele volt gyűlölettel. A paraszt csak úgy, mint a munkás. Amikor visszajöttünk Budapestre, mert kiki a tanszékről, az ország különböző részére ment bolytárkodni, akkor ott az ELTE mellett, az egyik sörözőbe elég sokat összejöttünk, és mindegyik társunk szinte ugyanarról beszélt, ugyanarról szólt, érezni a feszültséget. Érezni lehetett azt, hogy most csak egy szikra kell, egy sziporka, és minden robban. A Petőfi kör akkor már működött, a déri beszéd volt az, ami igen-igen fölpiszkált bennünket az egyetemen, és elhatároztuk az ELTE-n, hogy október 22-én megalakítjuk a Petőfi kör mintájára a március 15-e kört.
A színházteremben volt az összejövetel, az asztal le volt terítve vörös drapériával, mint ahogy általában az asztalok le voltak terítve vörös drapériával, ha valamilyen gyűlésre hívták össze az embereket. Valaki egyik egyetemista kerített egy nemzeti zászlót, ami nem volt könnyű, és leszette a vörös drapériát, indulat nélkül az asztal alá hajította, és oda terítette piros-fehér-zöld zászlót. Aztán ott megalapítottuk a kört, és a körnek vezetőket választotta a jelenlévő közösség, mert közösség volt ott az akkor. Varga Jánost a tanársegédek közül, és Kozsár Istvánt ugyancsak a tanársegédek közül, és a hallgatók közül rám esett a választásuk, és én igen megerültem ennek. Azzal mentünk haza, hogy másnap a Petőfi szobornál találkozunk, kora délután, és tüntetést teszünk a poznani események miatt. Lengyel szolidaritás tüntetést teszünk, és menesztettünk küldöttet a Műegyetemre, ahol szintén megalapultak ők, ahol megfogalmazták a 12 pontot, de a műegyetemistáknak az volt a véleményük, hogy csak néma tüntetést kell tenni, mert a hatalom mindenre képes. Ők azt határozták el, hogy a Dunaparton állnak föl sorba, némán hangtalanul szótlanul. Amikor a második küldöttségünk is ment, Györe Imre költő vezette, akkor ő rá tudta beszélni őket arra, hogy jöjjenek ők is. Induljanak el, és valamikor délután találkozunk a Bem szobornál. Másnap reggel, korán reggel, amikor mentem be egyetemre, villamossal az 5-ös Lóránt Tudományi Egyetemnek a Ménesi úti 5-ös kollégiumába laktam, a híres 5-ös kollégiumban, akkor a villamoson már osztogatták a 12 pontot, és a villamos tele volt fiatalasszonyokkal, fiatalasszonyoknál kicsi kosárkák voltak, és a kicsi kosárkákba kokárták. Ott a villamoson mindenkinek a gomlyukába tették a kokárták. Nem lehet elmondani ezt az érzést, mert ott kellett lenni. Ott kellett lenni, és előtte érezni kellett minden percben, minden pillanatban, minden időpillanásban azt a hatalmas félelmet, ami rátelepedett mindenkire. Nem lehet elmondani, hogy mekkora felszabadítást jelentett, amikor ezek az asszonyok éjszaka csinálták a kokárdákat. Ezek az asszonyok mindenkinek a gombjukába oda tűzték a piros, fehér, zöld. Egyetlen egy nyitott ballonkabát voltam, voltunk valahányan, akik siettünk az egyetemre, jó idő volt akkor is, 23-án. És hallgattuk a rádiót. Hallgattuk a rádiót, mert vártuk, hogy Piros László, az akkori belügyminiszter engedélyezi a tüntetést, nem engedélyezte. Aztán később, nem lehet tudni miért, engedélyezte mégis, aminek nagyon megörültünk, aztán valamivel később megint újra betiltotta a tüntetést. Mi elhatároztuk, hogy függetlenül attól, hogy Piros Lászlónak mi a véleménye a tüntetésről, mi megyünk. A Petőfi szobornál gyülekeztünk, hatalmas tömeg gyűlt össze, nem csak az egyetemisták, hiszen híre ment ennek már, szerte a városban, és csuda dolog volt az, hogy az erkélyekre kitették a piros-fehér-zöld zászlót, az erkélyek tele voltak emberekkel, és majdnem minden ablakban, ezen a napon is, 23-án, kora délután ott égtek a gyertyák. Valaki szavolt, talán Sinkovics Imre volt, valaki beszélt, igen keveset, elmondta, hogy mi a tüntetésnek a célja, aztán elindultunk egymás karját átkarolva, és ahogy mentünk a Kossuth Lajos utcán, az Astoria felé, azt skandáltuk, hogy
jugoszlávok, lengyelek, együtt megyünk veletek. Meg azt sondáltuk, hogy demokráciát, meg azt mondtuk hangos szóval, és együtt, igen sokan, hogy aki magyar velünk tart, és jöttek az emberek, egyre többen mentünk már egymás vakaróba, és mindenütt a kiskörúton, az ablakokban hasonlót tapasztaltunk, mint amit a téren, hogy ott voltak az ászlók, ott égtek a gyertyák, akkor a kicsi gyerekeket is fogtak az emberek a tablakba, vagy az erkélyen, amikor a kicsi gyerek itt Réka, aki az előbb még itt hallotta a hangját. És amikor odaértünk a nyugati pályaudvar környékére, akkor emlékszem rá, valahol lakott Kodály Zoltán. Kodály Zoltán is kijött az erkélyre, és az ő vékony alakjával egy hatalmas nagy magyar zászlót lengetett. Amikor odaértünk a itthoz, a id előtt megálltunk valamennyi időre, és a belügyminisztérium szomszédságában ezer és ezer dolog kiáltotta azt, hogy tegyék ki a zászlót. Nem tették ki természetesen a zászlót, és mentünk tovább a Bentérre. A Bentéren akkor már igen sokan voltak, de még jöttek az emberek. Ott is szavaltuk voltak, beszédek hangzottak el, és én úgy emlékszem rá, bár 49 év után az ember emlékezete tompul, úgy emlékezett rá, hogy ott a Bemszomor mögött volt egy laktanya. És annak a laktanyának az ablakán a kiskatonák azok ikandikáltak, a tisztek hiába próbálták őket hátralántani, egyik ablakból hátralántották, másik ablakban megjelent egy katonafej, és jó volt hallani, ahogy kopognak a csillagok a járdán, mert a sapkarósát tépték le a kiskatonák, az pedig akkor a tárgóveros csillag volt. És úgy emlékszem rá, hogy ott akkor született a forradalomnak a zászlaja, hiszen egy zászló is előkerült, aminek a közepén ott volt a Rákosista embléma, mert annak semmi köze nem volt a címerhez, semmiféle címerhez. És egyik kiskatona tartotta, és másik kiskatona zsebéből bicska került elő, és körbevágta az emblémát, meg is ültották, és a hangja került le a utcára. Született a forradalom zászlaja. Aztán a szavalatok és a beszéd elmozása után, amire nem igen tudtunk odafigyelni, azért, mert az ember akkor egy bizonyos értelemben már révületben volt, mi fiatal emberek különösképpen révületben voltunk, tele voltunk egyfajta mámorral. Azzal a mámorral, amit elődeink valamikor 1948-ban élhettek, azon a bizonyos március 15-én. És ezzel a mámorral indultunk neki, jöttünk át a Kossuth hídon, és amikor a Kossuth hídon jöttünk át, akkor már hangszórós autók is oda kerültek mellénk, és megtudtam azt, hogy ezek a hangszórós autók a Írószövetségtől voltak, és új jelszót kaptunk. Ez az új jelszó Nagy Imrét a kormányban, a másik új jelszó, ami ennél fontosabb volt számunkra, és akkor mondtuk ki először, fenn a hangon is sokan, hogy ruszkik haza. Mentünk a parlament elé, mert szerettük volna hallani Nagy Imrét. Sokáig álltunk ott a parlament előtt, ránk sötétedett. Valaki megint szavaltott a parlament erkélyén, talán Sinkovics volt. Aztán hosszú-hosszú várakozás után megjelent Nagy Imre, és azzal kezdte beszédét, hogy kedves elvtársak, hatalmas vígkoncert. Tétová lépegetett jobbra-balra, aztán visszament, kis idő múlva újra láttuk őt, mert szerettük volna hallani az ő véleményét, és akkor úgy kezdte, hogy kedves barátaim. Aztán semmit mondó mondatok hangzottak el a szájából, mert nem elégettünk meg. Ott voltunk, és fáklyák nem lévén újságokat gyújtottunk meg, összecsavartuk az újságokat, és azok égtek, hogy ott
És hosszú-hosszú, nagyon türelmetlen és feszült várakozás után nem Nagy Imre jelent meg harmadszor az erkélyen, hanem teherautók jöttek. Csepel teherautók, és a teherautók velünkorú fiatal zászlóval, és kiabálták, hogy magyarok a rádióhoz, gyilkol az ávó. Megküld bennünk a vér, és megindultunk a rádió felé. Amikor a rádió közelébe értünk, akkor lehetett hallani már a fegyverropogást. Később tudtam meg, hogy egy kislány az egyetemisták közül, aki azért akartak bemenni a rádióba, hogy a 12 pontot felolvassák ott, egy kislány életét vesztette az ávósok előtték. Azoknak az embereknek, akik ott voltak a rádió előtt, nem volt fegyverük. Néhány embernek volt Flaubert puskája, amivel vele vervet lehet riasztani. A rádió előtt, a Bródy Sándor utcai bejárat előtt ott állt egy magyar páncélos, akiket azért rendeltek oda, hogy ne engedjék, hogy a rádiót, a csőcselék, a csőhe megrohanja. A páncélosban lévő honvédók, azok mellettünk voltak. Gyalogosokat is küldtek oda, hogy a rendet biztosítsák, honvédók voltak, mellettünk voltak. Az utcán osztogatták a pusták, puska mellett a géppisztolyt is, de nem volt töltény benne. A páncélosban is vaktöltény volt, és a puskákhoz is vaktöltény kaptak a honvédot. Lőttek az ávósok a ablakból, többen megsemesültek, és voltak ott már halottak is. A rádiónak az ostroma az Éjféltájban kezdődött meg. Ugyanis Éjfél körül Cseperről terrorok érkeztek, oda a múzeum kerítése mellé, ott álltak meg a lámpagyárból. A lámpagyár az fegyvergyár volt, akkor ők hozták a lőszert. Hajnap felé a rádiót bevették a fölkelők, amit igen-igen fontosnak tartok, egyetlen egy ávóst nem nincseltek meg. A fölkelőknek, akik akkor ott álltak összecsapattá, talán előtte nem is találkoztak, és nem is ismertek már. A felkelőknek nem állt szándékába, mondom, nem állt szándékába, hogy egyetlen egy ávírással is végezzenek. Azt akarták, azt tervezték, hogy ha aztán vége lesz, akkor bíróság elé állítják őket, és a bíróság döntsön a felől, hogy melyik mit érdemel. Mi visszamentünk a egyetemre néhányan, azzal a szándékkal, hogy megírjuk az eseményeket. Volt nekünk egy lapon. Az újságíró szaknak az volt a neve, hogy Toll. Én megírtam a cikket, két másik barátom is megírta a cikket, sokattunk vele menni a nyomdába, a Ténelem nyomdába, nyomták a lapunkat, de hatalmas dübörgést hallottunk az utca felől. Akkor már nem csak kétértőek jelentek meg az utcákon, hanem megjelentek a szovjet páncélosok is. A legkorszerűbb szovjet páncélosok dübörögtek ott a Váci utcán, az akkor nem sétáló utca volt. És életemben olyan félelmet és olyan gyűlöletet többet nem éreztem. Ott éreztem meg a zsarnokság hatalmát igazán, bár előtte is üldözött voltam, hiszen 19 éves koromban már megkaptam a kitüntető jelzőt, hogy titulista, trockista, buharinista ügynök vagyok. Ezt a félelmet nem éreztem. Életemben nem éreztem. Egy védtelen városban szakadatlanul dübörögtek a páncélosok, a szovjet páncélosok, és a fedélzeti fegyvereket jobban arra forgatták. Azon az éjszakán átalakultunk forradalmi diákbizottsággá, azon az éjszakán mi elmentünk a műegyetem egyik kollégiumában, ami a Bartók körúton volt van, és ott egyesült a két forradalmi diákbizottság, országos egyetemi forradalmi diákbizottsággal alakultunk, és megbeszéltük a legfontosabb teendőket. Fontos teendőnek tartottuk azt, hogy egy fegyveres osztagot hozzunk létre,
egyetemisták közül fontos teendőnek tartottuk azt, hogy közbejárjunk a kormánynál, hogy ne csőrjézzék, ne csőrcselékezzék a fölkelőket. Mert a Nagy Imre kormány is csőrhézte és csőrcselékezte a felkelőket. Rádió egész éjszaka szólt is, fogtuk a rádióadásokat. 25-éről föltétlen szólnom kell, ez két nappal a forradalom kitörése után volt, de amikor a rádió bemondta azt, hogy néhány ellenforradalmák csapat szorványosan még lövöldöz a városba, de elszigetelésük a szovjet elvtársak segítségével folyamatban. Felszólította a rádió az embereket, hogy menjenek munkába, orvosokat, hogy nyitsák ki a boltokat, tanárokat, diákokat, hogy menjenek iskolába. Ezen a csütörtökön az egyetem épületéből hárman elindultunk, hogy kenyeret hozzunk a lánykollégiumba, ami a Rákóczi út elején volt, van, nem is. Amikor a Kossuth-Lajos utcán jöttünk a mozival szemben, a Puskin mozival szemben, ott egy kilőtt páncélautót találtunk, nem páncélos, páncélautót találtunk. Oda mentünk, és a páncélautóban 4 vagy 5 szovjet katona holttestét láttuk. A szovjet katonák szívére egy késsel oda volt szúrva Sztálin képe. Ezen a reggelen felszólították arra is az embereket, hogy ne csoportosuljanak, mert ahol csoportosulást látnak a szovjetek, ott lőnek. Szovjet páncélosok álltak az Astori előtt, a múzeum előtt, az Uránium mozi előtt, az Adi mozi előtt, a későbbi Film múzeum előtt, és csövekkel jobbra balra. Amikor odaértünk az Astoriához, akkor ott a sineken egy ember feküdt. Már 2-3 körbeadták össze az ember, nem tudtuk, hogy halott-e, vagy csak sebesült. Oda mentünk mi is, és pillanatok alatt több mint 10 ember ott összegyűlt, hogy segítsen a szerencsétlenek. És tüzet nyitottak a szovjetek. Egyik barátom megsebesült, mi ketten éppen be tudtunk úszni a Rákóczi úti diákkollégiumba, és lőttek. Ágyúval nem lőttek, de gépfegyverrel lőttek. Fedélzeti gépfegyverrel lőttek. Nem tudom, hogy 10 percig tartott-e a tűz, vagy 15 percig tartott, de amikor elhallgatott a lövöldözés, abban maradt a lövöldözés, akkor néhányan kimerészkedtünk a kapu alól. És terítve volt az utca halottakkal. Egyetlen fegyveres nem volt a halottak között. Volt olyan ember, aki a kisgyerekek kezét fogta, talán óvodában, talán iskolában törekedett a unoka, öreg apából. Volt olyan asszony, akinek a szatyrából kiesett a kenyér, ahol elesett, és emlékszem rá, hogy volt ott nem messze a kollégiumtól egy telefonfülke, és a telefonfülkéből hátrafele kibukva csupa pér két fiatal lehet a halálát. Akkor ott minden biztosító kiverődött. Nem bátrak voltunk, mert ezt nem lehet bátorságnak nevezni, mert a szörnyűség láttán az ember eszét veszti, a szó legtöbbsebb értelmében eszét veszti, megszabadul akaratától, akkor valami viszi, de az nem az esze és nem az akarata. Nem hétköznapi döntés volt, és nem belőlünk való a döntés. Oda mentünk a szovjet páncélosokhoz, amelyek a Astoria mellett álltak. Fölmásztunk a páncélosok tetejére, és ott dübögtünk. Kisvártatva egy sápat velünk korú szovjet kiskatona bújt elő, és ő kiderült, hogy ukrán. És mutattuk neki, és mondtuk kiabálva, hogy mit csináltak. Akkor már halottakat nemzeti zászlóval takarták le, és akkor már egyik-másik halott mellett gyertya égett és imádkoztak.
Kiskatona sírva fogott, és szó szerint így mondta, mi nem ide készültünk, hanem Suezbe. Ők Suezbe készültek, ők Szovjetunióból jöttek egyenest, hiszen napokkal a forradalommal előtt a Tiszánál ponton hidat vertek. Nem csak a környező országokból, s a bennünket megszálló szovjetek érkeztek Budapestre, hanem azok is, akiket valóban Suezbe irányítottak. Jóval később tudtuk meg azt, hogy a két nagy hatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió megegyezett abba, hogy egyik nem szól a másik dolgába, szabad kezet kapott Amerika és Anglia Suez ügyében, a szovjetek pedig a magyar forradalomban. Ahogy ez általában lenni szokott, a magyarokról van szó, elárultak, eladtak bennünket. Mondom, elárultak, eladtak bennünket. A szabad Európa ugyan minden napon üvöltötte, galligusz, hogy folyik a vér a Pesti utcán. A szabad Európa ugyan minden napon ígérte azt, hogy jönnek a felszabadító seregek, jön az ENSZ, vagy jönnek az amerikaiak, de hát ez ócska, semmire való hazugság volt, különben se törődtünk vele. Bár egy picit reménykedtünk abba, hogy nem hagynak bennünket egyedül. Amikor kijöttek a többi szovjetek is, a páncélosból, megrettentek, és nem sokára egy nemzeti zászló került elő, amit kitűztünk a páncélosra, mind a kettőre még ott állt az asztori előtt, nem sokára előkerült valahonnan a Kossuth címer, Molnár Tibor felesége grafikus volt, ő tervezte a Kossuth címer, és ki is nyomtatták még annap éjszaka valamelyik nyomdában, mármint 25-ére, híradó éjszaka, és elindultunk ezekkel a szovjet páncélosokkal a parlament elé, hogy tiltakozunk. Nem csak mi indultunk el, mert amikor a nyugati pályaudvarhoz értünk, akkor ugyancsak páncélosok vezetésével Nagykörútról is jött egy sereg, föltettően a mi egyetemisták, de jöttek a Váci út felől is, Újpestről, Angyalföldről. Amikor odaértünk a Kossuth térre, pillanatok alatt megtelt a tér, akkor ezek a páncélosok a parlament előtt felsorakoztak, magyar zászlóval és Kossuth címerrel. És amikor elindult a küldöttség a petícióval, lépkedtek föl a lépcsőn, akkor a hátunk mögül tüzet kaptunk. A Földművelésügyi Minisztérium tetejéről, a mai Néprajzi Múzeum tetejéről, ami akkor Munkásmozgalmi Intézet volt, és az Akadémia utca felől is jött a tűz, később a golyók becsapódásáról, amelyek a parlament falába csapódtak be, ezt föl lehetett fedezni. Pontosan föl lehetett fedezni, a Pátszékház akkor az Akadémia utcától volt. Egyetlen egy fegyveres nem volt köztünk, akik a szovjet páncélosok vezetésével oda mentünk a térre. Akik lőttek, AVH-sok voltak. Lőttek robbanó golyóval is, mert mikor szedtük össze a halottakat a téren, akkor sok olyan hajtással találtunk, akinek szétröccsent a feje, vagy a melle volt teljesen szétroncsolódva. Ekkortól kezdve elszabadult a pokol. Ekkortól kezdve nem a fegyveresek, mert ők nem tették ezt, ekkortól kezdve a pesti ember, ha látott az utcán egy AVH-st, rendszerű közkatonát, vagy igen alacsony rangú AVH-st, a zöld ávósót, határőr ávósót akkor is meglincselte. Nem lehetett visszafogni azt a fajta gyűlöletet, ami föltört az emberből. De hogy azt higgyétek, hogy százával lincselték meg az AVH-sokat, Kádár időben megjelent az ügynevezett fehér könyv, és abban mindössze egy vagy két tucat megincselt AVH-st tudtak felsorolni. Ezen a napon még takarítottuk el a halottakat, teherautóval vitték el őket,
Ezen a napon éreztem azt, hogy milyen erős a város. Akkor már új páncélosok voltak a parlament előtt, hiszen azok, akik átálltak hozzánk, elmenekültek, nem köztudott, de ők beásták magukat a Gungelhegyre, és november 4-e után nagyon sokáig tartották magukat. Egy más részük a Bakonyba tartotta magát. Ezek az új páncélosok, ezek ellenségesek voltak velünk szemben, és jött egy hatalmas menet Angyalföld felül, emlékszem rá, egy nagy nemzeti zászlót négyen fogtak. Annak a nemzeti zászlónak a közepén egy szétroncsolt, törzsétől elválasztott hely volt. Nem a forradalmárok vágták le bajtársuk fejét. És ez le volt takarva fekete zászlóval. És jöttek perceken át, vagy talán fél órán át az emberek, és ott mentek el a szovjet páncélosok mellett, és rázták az öklüket, hogy rossz fék haza. Fegyvertelenek voltak, valahányan. Akkor ott én úgy éreztem, akkor még város volt Budapest. Akkor még Budapest lakói azok voltak, akik családba nevelődtek. Nem látszott családban, mert a látszott család olyan, mint a látszott tégség. Akkor még Budapest lakói közül sokakat tanárok tanítottak, nem látszott tanárok tanítottak. Akkor ez a város még Budapest volt. És akkor úgy éreztem, hogy ezt a várost szét lehet lőni. Ezt a várost el lehet pusztítani. De azt a szellemiséget, ami ott megvalósult a szovjet páncélosok előtt, a parlament előtt, azt nem lehet legyőzni. Elpusztítani és legyőzni az két különböző. Akkor, amikor elkezdtük október 23-án a tüntetést, akkor senki nem gondolt arra, legalábbis nekem nincs tudomásom róla, hogy ez a nap Kapisztán Szent Jánosnak napja. Kapisztán Szent János Itáliában született, Ferences szerzetesként élt Itáliában. Talán Petrus kölyökei voltak neki, talán másokból. Európában részt vett egy tanácskozáson, amikor is érte az európai vezetőket, az akkori EU vezetőket, hogy segítsenek a magyarságnál, hiszen a török nyomult fölfele, a Balkánon. A segítséget úgy kaptuk meg, mint ahogy máskor is, sehogy. Kapisztán János egyedül elindult. A legenda szerint Sopronban diákokat toborzott magának, és ez egy furkos bottal követték ezt a láglelkű szerzetet. És 500 évvel, 1956 előtt a két János, Hunyani János és Kapisztán Szent János megverte a törököket. A túlerében lévő törököket, és ezek a gyerekek, akik diákok voltak és fegyelmezetlenek voltak, furkos bottal olyan zavart keltettek a török seregbe, hogy Hunyani János ezt kihasználva igen rövid idő alatt megfutamította őket. Győztes nap, október 23-a, hiszen ahol Kapisztán Szent János határozza meg, hogy miféle erej, hatalma van annak a napnak, ami nem mondik el, visszatér az esztendőkörös változásrendben minden évben Kapisztán Szent János napján, hogy csak győztes forradalom kezdődhet. Állandóan azt papolják, és ezzel tele van ma is mindenféle sajtó mellébeszéléssel, fölébeszéléssel, alábeszéléssel. Állandóan azt papolják, hogy ez a forradalom vesztes forradalom volt. Ezt a forradalmat leverték. Ez a forradalom győzött. Kapisztán Szent János napján csak győztes forradalom indulhat. A francia kommunisták és az olasz kommunisták értelmiségiek, írók,
Egyébként Sartre is, itt járt a Budapesten, Kamas. A francia kommunisták szemünkkel látták a bolsevik hatalom lényegét, tapasztalták, meglendültek, főleg Kamas. Tudni kell azt, hogy abban az időben Franciaországban és Olaszországban igen erős volt a kommunista párt. Bármelyik saját hazájában a soron következő választást megnyerhette volna, és ők voltak az ötödik hadoszlop, amelyek előkészítik a szovjet megszállást. A szovjet elnyomulást a nyugati országokban is. Ezért volt fontos is a szovjeteknek, hiszen eltervezték Jugoszlávia lebarnását. Internacionálé fölvonult. A kommunista egység megszűnt. Kína még kitart egy darabig a Szovjetunió mellett, még Hruscsovot támogatja, de egy idő után Kína is leválik. Összerepett, alaposan összerepedezett a bolsevizmus tákolmánya, mert épületnek alig nevezhető, nyelvünkben az épület az egybe épületest is jelent. És ezeket a repedéseket többet már nem lehetett betapasztani. A világ megszabadult a bolsevizmustól, nem teljesen. Döglehe itt van. És iszonyúan döglehe. Ez olyan, mint mikor megölnek egy állatot, de végtagjával még rúg. Egyik disznó erősen tapasztaltam azt, amikor a hátsó lábát kellett fogni a disznónak, hogy mekkora ereje van a vonatónak, az elkészültnek, az elkészülőnek. Három hónapig sántítottam tőle. Komolyan kell vennünk ezt a vonaglást, és még egy gondolat még, aztán Gábor után még jövök a megtalálással. Ez a gondolat pedig az, hogy a forradalom nem is fejeződött be, a forradalom győztes. Nem fejeződött be, a forradalom folyamatosan jelen van. A forradalmat különbözőképpen lehet lépni. Azt a forradalmat, amely a szellem forradalma, amelynek alapja a műveltségünk, Istentől kapott, megőrzött ősi műveltségünk, azt a forradalmat nem szabad addig befejezni, amíg a zsarnokság jelen van. És ez a zsarnokság, amelyik ránk fenekelt, immár 15. esztendeje, veszedelmesebb, jóval veszedelmesebb, mint ez az előző. Jó lenne, ha nem jelszóként fogadnánk el azt, hogy valahányoknak forradalmának kell lennünk. Vissza kell magyarosodni. És kinek-kinek saját életében, saját kicsi környezetében tenni kell azért. Igen, áldozni kell azért, hogy visszamagyarosodj. Ha 1956-ban 500 évvel a Nándorfehérvári győzelem után, amiért is Kalixtus pápa elrendelte déli harangszót, harmadik Kalixtus, ha akkor az győztes forradalom volt, akkor ezt a forradalmat is a győzelemig kell folytatni. Mert az a kovász, ami ezt a veszett, szakadékba zuhanó, pusztulásra zuhanó világot megfogja, az a kovász itt a Kárpát hazában van. Eleink tartották meg. Vissza kell magyarosodni. Forradalomra nem emlékezni kell. A forradalmat tenni kell. Valahány. Ezután nem lehet igazából megszólalni, és azt javaslom, énekeljük el együtt most a magyarok is tehát. Gondolom mindenki. Ezt ebben a stílusban már kárdára folytatni, egy egészen más típusú szövegkövet. Gondolom mindenki. No, kedvét. Magyarok is Yeah.
Érzékeltetni, hogy amit itt most hallottunk első kézből, első átélt élményeknek a tolmácsolásaként, annak a gyökerei Trianonig vezetnek vissza. És ezt általában nem szokták tudni, ha tudják, akkor mélyen hallgatnak felőle. Az első olyan könyv, amelyik ezt nyíltan kimondja, ez egy Hernádi Tibornak a műve, és ez a Hernádi Tibor nem tévesztendő össze se Hernádi Gyulával, sem egyéb Hernádiakkal. Na most a könyvet nem tudom kitől kaptam, itt van a kezemben, teljesen döbbenetes olvasmány. Neki jelent meg már két könyve korábban, és az egyik kifejezetten 56-tal foglalkozott, ez viszont összefoglalja egész az első világháború kitörésének az esemény sorozatától a jelen napokig. Tehát 2004-ben fejezte be, 2004 júniusában, tehát már a meggyesítette teljes szélességében benne van, de még a csótány nincs benne. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül a kettő között fejezhette be, tehát ott hát adhatta le a kéziratot, mert egyébként nagyon az ő tollára való lett volna az a pucs is, ami egy teljesen nyilvánvaló pucs volt, és ami aztán valóban nagyon sok mindent megvilágosított visszamenőleg is. A legújabbkori történelmi a könyvnek pedig az a címe, hogy a rendszerváltás igaz története. Ennek az előzményében is már volt utalás az igaz történet fogalmára. Most én ebből olvasnék föl összesen három rövid részletet. Az első még a trianoni úgynevezett szerződésről szól, amit ő nagyon becsületesen mindig idézőjelben használt szerződésnek, mert nyilvánvalóan a szerződésről van szó. És van neki hozzáillő kifejezéssel, ezt diktátumnak lehet csak nevezni, és ő valóban így is nevezi. Hozzáteszem, hogy ebben a könyvben, ha ő magyart akar mondani, akkor ő magyart mond, nem finnugort, nem ezt, nem azt, nem amaszt. Hogyha ő, tudom én, mondjuk mancsit akar mondani, mancsit mond, ha cigányt, cigányt, ha zsidót, zsidót, tehát ő egyszerűen kimondja, hogy miről van szó, nem beszél mellé. Ebből fakadva nagyon sok mindenre rá tud világítani, mert annak egyébként csak mellé tudunk beszélni. És általában mellé is szoktunk beszélni. Na most ebben aztán nincs mellé beszélés. Tehát általában egyenes idézetben közöl dokumentumokat, amikor nekünk fogalmunk nem volt eddig. Tehát erről sem, ami most következik. Tehát a győztesek kénye kedve szerint összeállított okmányba, ezt tudnék ez a békediktátum, nem tudni véletlenül-e vagy éjszakarva, mégis becsúszni látszott egy jelentéktelen hiba. A hibát itt idézőjelben természetesen. A szerződés idézőjelben 4. rész 22. cikk első bekezdése szó szerint az alábbiakat tartalmazza. Tehát ez még a békediktátum. 1920-ban vagyunk. Idézem. A jelen szerződés életbelépését követően minden szövetséges fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból vissza kell vonni. Ez már a Párizsi békeszerződés, elnézést. Rendést, mert azzal kezdte ugyan, de ez megújította a párizsi, a trianoni, és ez volt a párizsinak a 4. rész 22. cikk első bekezdése. Tehát a jelen szerződés életbelépését követően minden szövetséges fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból vissza kell vonni. Mindazonáltal a Szovjetuniónak fennmarad a joga a magyar területen oly fegyveres erő tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa. Eddig az idézet. Innentől Hernádi Tibor szövege. A szerződésnek nevezett iratnak ez a pontja már a megfogalmazása idején sem volt igaz. Hiszen a szovjet katonai alakulatok nem a közlekedési vonalak mentén tartották megszállva az országot, hanem annak teljes területét levették. Azon kívül a hivatkozott közlekedési vonalak katonai biztosítására nem is volt szükség, hiszen arra a 22. cikk harmadik bekezdése enélkül is kötelezte Magyarországot. Idézet. Megint párizsi békeszerződés.
Íme. Magyarország, idézett. Magyarország azonban rendelkezésre fog bocsátani minden olyan eszközt és könnyítést, amelyre az ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalak fenntartása céljából különlegesen szükség lehet, aminek ellenében a magyar kormány megfelelő ellenszolgáltatásban fog részesülni. Eddig az idézet. Nyilvánvaló, hogy itt a Záhonytól Hegyeshalomig terjedő vasutakról és közutakról, esetleg a rajtuk közlekedő járművekről lehet szó. Hogy ezek fizetett használatára szükség van-e békeidőben katonai biztosításra, békeidőben, arról még vitatkozni is felesleges. Eddig az idézet. Most ezek az előzmények. Na most 90-ben ne felejtsük el. Na most mikor fejeződött be Ausztria megszállása? És ezek döntő dolgok. Tehát mikor? 55-ben. És amikor 55-ben befejeződött, 90 napon belül ki kellett volna innen vonulnia, még azoknak is, akik egyébként teljesen illetéktelenül olyan bázisokon voltak az országban, amire őket nem jogosította föl a párizsi békeszerződés. Tehát az utolsó emberig ki kellett volna kivonultak. Most innen jön a második idézet. A szovjet legfelső vezetés nagyon jól ismerte a magyar alkat habitusát. Tervét is erre építette föl. A poros irattárból elővette az 1947-es Magyarországra erőltetett békeszerződést, ebből idéztünk az előbb. Kiválasztandó, melyik passzusa ad lehetőséget valamilyen nyakatekert megoldásra. Nem volt túlságosan nehéz ilyen találnia. Választásuk a második rész politikai rendelkezések című fejezetének negyedik cikkére esett. Ártatlan fogalmazásában az alábbiak szerint rendelkezik. És idézett. Megint Párizs 1947. Magyarország, amely a fegyverszüneti egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai vagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan e-fajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól. Eddig az idézet. Na most már maga az idézet pontosan jelzi, hogy hazugság hazugság hátán. És azt is jelzi, hogy ez teljesen úgy van megfogalmazva, hogy ürügyő szolgálson bármikor egy bevonulásra. Na most teljesen egyértelmű, hogy ezt használták föl, továbbiakban nem olvasom, mert részletesen fejtik, és arra itt nincs szükség. Itt arról van szó, hogy nekik innen már el kellett volna indulniuk, tehát egyetértve, és ezt részletesen bizonyítja a könyv, egyetértve az Egyesült Államok akkori vezetésével, ők ezt a területet, tehát Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Bulgária, ezt ők a 27 millió halottjukért, ugyanis ennyi volt a teljes kimutatott veszteség a Szovjetuniónak a második világháborúban, ezért kapták jóvá tételt. Azért, hogy ennyivel, mint kimutatott áldozattal, amelyeket alig győzött Sztálin leselejtezni. Tehát ne felejtsük, hogy nem oroszok hullottak el, hanem a tűzvonalba azokat a nemzetiségeket hajtották, amelyektől meg akartak szabadulni. És olyan hát deviáns, féldeviáns vagy gyanús elemeket, hát akiket ott összekötöztek szépen Moszkva előtt, és tudjuk nagyon jól, azok már mint halottak összefagyva, ezek képezték hát a megállító hadsereg részeket a németek előtt. Tehát egyáltalán az, hogy 27 millió elpusztulhatott, ez nem a németeken múlott. Ez pontosan Sztálinon múlott. Most ezért kapták ők cserébe ezt a területet. De ez nem titokban történt, ez teljesen nyílt dolog volt, tehát innen nem lehetett kiugrani. Ez egy előre elintézett dolog volt, ezt már Teheránban megállapították, Jaltában véglegesítették, innen nem lehetett, mert abban a pillanatban, hogy mi kiugrunk, az egész összeomlik. Tehát hiszen ez nyilvánvaló aljasság volt, tehát oda dobni népeket koncul, látszólagos határok között, és kényre kegyre kiszolgáltatva, tehát ez egyszerűen rabszolga sors, ennél rosszabb soha nem volt a világban, mióta a világ működik. Na most, ezek után még egy idézet következik. Tehát, hogy értjük kicsit meg azt, amit itt Jóska bátyánk mondott, hogy ezek mennyire nagyon komolyan vendő tények voltak. Tehát nem csak az, hogy itt egy hidat már vertek, még ki se tört itt a forradalom Pesten, hanem itt tényleg dokumentumokról van szó. Tehát azt mondja, Tihonov altábornagy,
A Honvédelmi Minisztérium szovjet tanácsadója már 23-án 17 és 18 óra között, mellőzve a magyar párt és kormány megkérdezését, vagy a vele való egyeztetést, ez akkor még hogy hívják, meg volt a kormánya? Na, mondjuk meg, nem Rákosi volt már. Vagy Gerő, igen, már akkor Gerő volt, mert közben volt még egy, de az most nem, az már akkor nem volt. Tehát négy, ott elég gyorsan váltották el egymást. Tehát azt mondja, hogy való egyeztetést felhívja Antonov hadseregtábornokot, a Varsói Szerződés vezérkari főnökét, és engedélyt kér, amíg ki sem robbant ellenforradalom leverésére. 23-án vagyunk, 17 óra és 18 óra között. Ennek végrehajtásához a székesfehérvári gépesített hadtest Budapestre való rendelésére. Ő kért engedélyt. Tihonov annak rendje módja szerint az engedélyt meg is kapja, pedig a forradalmat közvetlenül kiváltó Gerőbeszéd majd csak 20 órakor kezdődik. Tehát itt már Székesfehérváron elindult egy páncélos hadosztály, a még ki sem tört forradalom leverés, nem tudom érthetően. Na most ő más helyen közli, már ezt nem akarom annyi idézettel megtűzni. Éjfél körül értek a Majd ezt elmondom, én is ott van egyébként, figyeltem az eseményeket, meg ott egy párszor találkozhatunk volna. Utolsóban három helyszínen is lehet van. Sőt, másnap majd harmadban a negyedik helyszínen is. Tehát lényeg az, hogy Tihonov tehát már délután a békés tüntetések idején tudni véli, hogy Budapesten ellenforradalom lesz. Miért? Mert ezt akarják kirobbantani. Tehát az előzmények pontosan és nagyon pontosan dokumentál. Mindent úgy készítettek elő, a Petőfi kör egy nagy kamu volt. Egy óriási kamu volt. A hangadók ugyanahoz a bandához tartoztak. Pontosan ugyanahoz a bandához. És ezek egyszer megriadtak a Petőfi körbe, akkor beszüntették. Most nem tudom, figyeltük-e, hogy zajlottak az események. Elindít valamit, utána úgy tesz, mintha visszavonná, betiltaná. Miért? Hogy higgyük el, hogy azok a miénk. Érthető? Majd utána újra engedi, látszólag ott már elszabadult a pokol, csőcselék van, ott már deviáns elemek vannak, és egyre szaporítja ezekről való híreit. Érthető? És készíti elő a talajt, mert ezek azonnal mennek ki teljesen a nyugati világba, a szabad világba, ugye, idézőjelben, és ott már csak a csőcselékről értesülnek, csak arról, hogy hát igen, kínos dolog, de a szovjeteknek azért mégiscsak rendet kell csinálni, szóval meg kell érteni, uraim, itt rendet kell csinálni. Érthető? Tehát ez a két lépcsős. Először elindítom, a provokátorok működésbe lépnek, utána betiltom, ezzel legalizálom a provokátoraimat. Érthető? És utána megint szabadjára el. Na most, majd egy-két mondatom lesz ezekről a kedves provokátorokról. Tehát Tihonov tehát már délután a békés tüntetések idején tudni végül, hogy Budapesten ellenforradalom lesz, amelyen a magyar honvédség képtelen megbírkozni. Ki sem próbálták. Tehát amelyek képtelenük, előre tudják, hogy képtelen lesz megbírkozni. Miért? Hát mert nagyon jól tudták, hogy ha honvédséget bevetik, hát akkor az nem a csőcselékkel fog megbírkozni, nem esetleg nem fog megbírkozni. Tehát magyar honvédség képtelen lesz megbírkozni, tehát szükséges a szovjet katonai erők bevetése. Mégis azt kell mondjuk, Tihonov valami oknál fogva még késlekedett is, hiszen, most tessék figyelni, Erdélyből már október 20-án elindultak a szovjet katonai egységek. Erről én nem tudtam. A magyar határ felé. Na most máshol közli, hogy és Jugoszláviából is Tito a saját fejük, nem szovjetek, maga a jugoszláv hadsereg elindult a magyar határ felé. Tehát Titónál aljasabb gazember, szemétláda, azt hiszem a történet folyamán nem volt még nekünk szomszédunk. Valami elképesztő, mert így csalták be azokat, akiket később kivégeztek, hova? A jugoszláv követségre. Érthető? Jól lehet, Tito volt az előtte való napokban, tehát a 27-én vagy 28-án, benne vannak a pontos dátumok, kimentek a szovjet vezető Hruscsov maga is, és Brioni szigetén Tito maga biztatta őket, hogy ne késlekedjenek, és ne ismerjenek irgalmat, és ha szükséges, a jugoszláv hadsereg teljes erővel támogatja őket. Tehát nem igaz az, hogy Tito és Hruscsov között
hogy mondjam, csak nézeteltérések lettek volna. Ami a kínai vezetőket illeti, arról pedig azt jó tudni, hogy ott volt ez a Liu Shaoqi akkor Moszkvában, és verte az asztalt, hogy azonnal tessék levenni. Huscsov még hajlandó lett volna bizonyos tárgyalásokra és időhúzásra, és a kínaiak pedig keményen verték az asztalt. Tehát ők nem azért váltak le a Szovjetunióról, mert túlzottnak tartották a fellépését Magyarországgal szemben, hanem mert késlekedőnek tartották, nem elég határozottnak. Tehát majd egyszer a kínai elvtársaknak ezt megköszönjük. Tehát nagyon-nagyon sokat számított akkor az, hogy Kína egyszerűen sarokba szorította Huscsovot, aki bizonyos értelemben ingadozott. Nem akart ilyen erőszakkal föllépni, és egyszer nem, egy sarokba szorították. Na most nagyon szépen kimutatjám a könyv, az egészre nem a Szovjetuniónak volt szüksége. Tehát erre az egész művelet sorra az Egyesült Államok nem neki, az Egyesült Államok nem fejeztem be mondatot, az Egyesült Államokat irányító láthatatlan hatalomnak. Tehát az egész érdekrendszer, ami mozgatta, és aminek mi részesei, szenvedő részesei voltunk, annak semmi köze nincs a Szovjetunió valódi érdekeihez, természetesen az Amerikai Egyesült Államok lakói tényleges érdekeihez sem, körülbelül annyi köze van, mint a jelenlegi iraki háborúnak. Vagyis semmi köze nincs. Hogy aztán kinek az érdekviszonyai diktálják, az egy más kérdés. Egyébként arra elég tűrhetően rávilágít a könyv. Tehát nyilvánvalóan azért lett ez magánkiadás. Egy Baján adták ki, nem Pesten. Tehát azt mondja, hogy erre utal, tehát arra, hogy október, tehát mindebből arra is következtetni lehet, hogy a forradalom kitörésének időpontja október 23-a, mint D nap. Ez egy előre beprogramozott nap volt. Az előzetes tervekben előre ki volt jelölve. Erre utal a honvédelmi miniszter utasítása is, amelyben Szűcs Miklós vezérkari ezredes ugyancsak október 20-án, parancsot kap 20-án. Parancsot kap egy riadó terv készítésére a főváros legfontosabb objektumainak védelme céljából. Mit ki ellen akarta védeni? A várható ellenforradalomban. Várható ellenforradalom, 20-án. Most ezeket azért mindenképpen meg kell jegyezni, mert én emlékszem 23-ára. Tehát én akkor negyedikes gimnazista voltam, tehát harmadikat fejeztük be, negyedik indult el szeptemberben. És ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ilyen szerepem nem lehetett, de egy biztos, hogy a bátyám akkor a mentőknél szolgált, tehát ő már akkor elvégezte, egyetemre természetesen nem vették föl. Tehát itt azért a jelenlegi mondjuk fiatalság nem nagyon tudja elképzelni, ez mit jelent a numerus clausus. Mert ha hall róla, akkor mindig csak a zsidó törvényre hivatva, de nem így van. 1945 után, 47-től pedig még szigorítva a dolgokat, numerus clausus a magyarok ellen szólt Magyarországon. Tehát kifejezetten meg volt tiltva, hogy bármilyen eredménnyel is, azokat most nem nevezem néven, de neven nevezi, akik hátrányos helyzetbe kerültek mondjuk a 40-es években, tehát az úgynevezett felszabadulásig, azokat minden előzetes vizsgálat nélkül föl kellett venni. Ezt onnan tudom, mert az én nagynéném is fel kellett, hogy vegye őket, a tök hülyéket. Érthető? De egyet lehetett tudni, azt leginkább profilból lehet ellenőrizni. Tehát lényeg az, hogy ott nem volt ilyen, hogy most akkor, de hát ez buta, hát semmit nem. Bocsánat, más a szempont. Érthető? Föl kellett rendülük. A többiről pedig származás alatt kell, hogy be volt osztva. Hogy milyen volt, ha mondjam, Kulák az apja, milyen volt, ha például a református pap az apja, például a mi esetünkben, ez az volt, hogy automatikusan a leselejtezendők közé. Tehát a saját hazánkban a numerus clausus ellenünk érvényes. Erről miért nincs szó? Tehát ezt azért tudni kell, mert például Hugo Mati nálam sokkal értelmesebb volt, ami mondjuk nem nagy vicc, de végig jeles volt, és nagyon, tényleg nagyon jó tanuló is volt, meg nagyon értelmes is. Soha nem került be egyetemre. Soha nem kell. Egyébként egyik Hugom se, egyik okosabb volt, mint a másik. Tehát ez csak azért a legkisebb, aki már 47-ben született, tehát már a Kádárnak a puha diktatúra idejében. Na, az került először. Annak kellett volna megkeresni. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy valamit érzékeljünk abból, hogy itt tulajdonképpen mi volt az, amiből az 56 egy pillanatra egy ilyen föllélegzést jelentett számunkra. Most tehát a
gimnazista negyedikos, kes mit csinál? Hát ugye aznap tanítás volt, tehát nyilván a vége lett a tanításnak, az ember hazamegy és elkezd dolgozni. Na most a bátyám pedig fölhívott, hogy te micsoda mocsok vagy, te lusta disznó, te itthon vagy, miközben itten a fiatalság megvonult föl. Na hát ez kellett csak nekem, természetesen azonnal ki az utcára be, hát én körülbelül ott a Bancsi-Zsilinszky úton csatlakozhattam. Tehát onnantól kezdve én egy jelszót hiányoltam, most pedig biztos te is kiabáltad. Ez pedig úgy szólt, hogy sztálinizmus pusztuljon, nem állunk meg félúton. Sztálinizmus pusztuljon, nem állunk meg félúton. Tudni kell az volt, hogy le akarták fékezni, ugye elindították, hát természetesen provokatív cél. Na most én itt éreztem először azt, hogy valami büdös van a dolgokban. Meg kell mondjam, az emberben azért van egy ösztön. És amikor az ember egy oldalra néz és látja, ki üvöltözik leghangosabban, akkor egy ilyen furcsa viszonygás támad benne. De nem volt egy hiteles ember. Később a televízióban ismertem meg. Fölismertem. Pehje van, mert nekem nagyon jó az arcmemóriám. Tehát ezek szépen ott voltak beépítve, de úgy körülbelül minden tizedik normális mellett ott volt egy ilyen. És ezek üvöltözték leghangosabban, és ezekről pontosan lehetett tudni. Szóval azért ennyi emberismerete már a negyedik gimnazista korában van az embernek. Ha nincs, akkor elég baj lesz még az életben. Tehát lényeg az, hogy már ott elmúlt. És ez onnantól én nem részletezem, mert tényleg ez volt a menet. A lengyelekkel volt ez egy szimpátia tüntetés, a BEM szobornál ez szinte kísértetesen így zajlott le. Én sem emlékszem egyébként semmire, ami ott lezajlott. Már csak a parlament előtt emlékszem újra a dolgokra, és arra tényleg teherautók jelentek meg. Szó szerint így volt, és én is egy ilyen teherautón jutottam el a rádióhoz. Tehát ott valószínűleg nagyon közel lehetünk egymáshoz. Én emlékszem, hogy előttem a Szabó Sándor volt, ez a nagyon rú színész, aki Cyranót játszotta az előtt, és mellette Szörényi Éva, hát az idősebbek emlékezhetnek, még nem nagyon az idősebbek. Hát Szörényi Éva volt a nagy privatonna, de tényleg jó is játszott. És emlékszem, hogy zokogott a hátán. Egy darabig az ember úgy csendesen figyelte a dolgokat, hogy pontosan így történt, tehát nem csak, hogy hallatszott a lövés, ami nekünk teljesen szokatlan volt akkor, hanem pattogott, és ezekre a szikrákra emlékszem. Nagyon tudom, olyan, hogy tetszett. Aztán semmi halálfélelem, az égi világon semmi félelem nem volt benne. Hát ezt azért tudni kell, mert tényleg az első menetben még hősök nem nagyon termettek, mert nem volt félelemérzet, nem volt mit leküzdeni. És akkor egy mozzanat talán kimaradta, vagy te nem azon az oldalon voltál, a rádiónak ugyanis könyvgázt vetettek be. Egyszerűen nem lehetett ott maradni. Úgyhogy fokozatosan jött a könyvgáz előre, nekünk is hátrálni kellett, és akkor már jöttek az első autók és osztogatták a fegyvert. Tehát én tudom, mert az a helyzet, hogy haza kellett menni, mert én igazolatlan jöttem el otthon. Tudni kell, hogy öten voltunk testvérek, és hát az édesapám egy szinte állandóan benn volt a teológián, ő volt a dékánya. Tehát azt jelentette, hogy a bátyám ugye a mentőknél szolgált, tehát egyetlen férfi volt otthon. Hát ezeket azért mindig közbe kell kalkulálni, mert egyfajta családfenntartó szerepe volt az embernek. Mindesetre hazaérkeztem, és ott volt az a dolog, amit hát hallhattunk már Jóska bátyámat a szövegében, ez teljesen leíthatatlan. Az ember ott hagy egy ilyen eseményt, mert tudja, hogy otthon kötelessége van, utána lefekszenek, nyitott ablak, tényleg nagyon jó idő volt akkoriban, nyitottam és hallom a puska ropogást. És időnként lehetett látni, ilyen, nem emlékszem mitől volt, de mintha ilyen villogások is lettek volna. Egyszerűen nem tudom, hogy mitől. Na most hát ehhez számítsunk hozzá, ugye egy hány éves lettem én akkor? 17, mondjuk ne öregítsük. Tehát 17 éve, egyszerűen nem bírtam otthon lenni. Ott kulcsom, szépen fölkeltem, kiovakodtam, és elmentem. Már az első utcasarkon találkoztam az egyik osztálytársammal, aki egész más városrészből jött, ő gyalog jött. Természetesen én is, együtt gyalog voltunk be, egészen a Szabad Nép Székházig. Ez akkor a Nemzeti Színház még ott állt, és ott. És akkor szépen, és most már is jár. Igen, most már állt, hál' Isten. Na, tehát lényeg az, hogy ott egy olyan villamos állt, ami nem ment, az már ott állt. Aztán kiderült, hogy tulajdonképpen ez a villamos mentett meg bennünket, mert mi ott úgy sétáltunk, hogy na, majd megnézzük a rádiónál, mi történik, megyünk tovább, és abban nőtt ez a ratatatata.
Tehát ehhez onnantól kezdve hozzá kell. Szóval semmi félelmény volt sem volt bennünk, ha nincs idősebb ember ott velünk, mert ilyenkor mindig úgy csatlakoztak emberek, hát ő rántott be ebbe a villamosba. Tehát azt jelenti, hogy legalább fedezve voltunk, tehát nem láttak bennünk. Egyébként azt úgy szétlőtték már akkorra, és hát lyukak voltak az oldalán. És ott kell lekúszni a túloldalán, és hova menjünk? Hát a nemzeti szállónak a pincében. Most ott összegyűlt jó néhány ilyen menekült, de ott hallgattuk a rádiót, és ott tudtuk meg, hogy mi ellenforradalmárok vagyunk. Mi addig erről nem értesültünk. Tehát ez ember nyilvánvalóan, mint forradalmat értéke, de nem lehet másnak nevezni, tehát mi forradalmárok vagyunk. Nem, ott jött be először, azt hiszem ez volt a Gerő beszédnek vagy 20. megismétlése. És ez még az előtt volt, hogy tehát valamikor éjfél előtt kellett legyen. De aztán éjféltől már elfoglalták a forradalmárok a rádiót. Na most innen viszont nem lehetett kimenni. Tehát szabályszerűen tűz alatt tartották a kijáratot, meg kellett várni a hajnal. És hajnalban már osztogatták a fegyvert, én meg tudtam, hogy hír nélkül jöttem el otthonról. Tehát mint a nyuszi hazafelé, mert semmi nem közlekedett. Tehát azt jelentette, hogy én zuglóba laktam ki, nagy csodában, a tökörúton, de vannak se az elején. És hát ahogy kinyitottam az ajtót, akkor vették észre, hogy nem vagyok otthon. Most lehet gondolni, hogy ez ilyen kísérletet nem kaptam. Tehát lényeg az, hogy meg kellett fogadni, hogy otthon maradok, mert szükség van rá, kenyérre kellett menni, és itt az. Tehát akkor még a külvárosokban nem volt nagy zűr, de bármikor bejöhetett a bármikor. Ezt nem lehetett előtt. Most tényleg az, hogy egy teljes napot kibírtam. Ezt majd annak idején a purgatóriumban majd javakra fogják írni, de lényeg az, hogy 25-én nem bírtam tovább. Elindultam kenyeret bevásárolni, és fort kötöttem ki az asztorján. Na most az a helyzet, hogy én már akkor értem oda, amikor az átállás éppen folyamatban volt. Én is láttam a halottakat letaparva, és meg kell mondjam, akkor volt először rossz érzése. Tehát az sem úgy, hogy most engem is ez a veszély fenyeget, hanem hogy hát itt emberek hát életében játszanak azok, akik játszanak. És minden esetre, hát én bármilyen kellemetlenül hangzik, én páncélkocsin tettem meg az utat az Astoriától a parlamentig. Ezt az életrajzomban ne hangsúlyozzák majd. Tudjuk azon a helyzet, hogy az egyik oldalról, én akkor még tudtam oroszul, hát tanultam. Túloldalon meg még arra is emlékszem, hogy egy fiatal tanárnő kapaszkodt föl, és egész úton arról győzködtük, hát aki ugye nem vezetett éppen, hanem kijött a felszínre, hogy igen, van fasi, tehát ők fasiszták előtt, nem említették nekünk szó ezt, hanem csak annyit, hogy fasiszták előtt, hogy hol vannak a fasiszták, mondtuk, persze, hogy vannak. Hát Rákosi, Gerő, Kirosnázi, hogy mi pontosan ellenük kell, ja, akkor jó van. Ez tényleg úgy kellett, hogy folyamatosan az egész úton. És szerencsére ez egy nagyon nagyon jó beszélő tanárnő volt, mert kitartott a szöveg egészen, nem volt ez egy gyors menet, tehát ne felejtsük el, ez arányban hát lassan ment. És most onnan ugye hallottuk a történetet, most én onnan mesélem el, ahol számomra ez drámai válasz. Ugye, és itt megint kimaradt egy mozzanat. Ez pedig, hát az én élet persze nyilvánvalóan más az igazán jelentős, az egyik ember életében, másik ember életében, ugyanis én őszintén szóval nem is tudtam, hogy petíciót akarnak beadni. Tehát akkora volt a felszabadult öröm, hogy ez megoldható, hogy az ellenségből barát lesz. Tehát, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek nem tudják, hogy hova cseppentek, és bennem még föl sem merült akkor itt szó ez, mint olyan. Aztán később már én is hallottam róla, de itt még nem ez volt, csak az, hogy nem tudta, hogy itt miről van szó, szóval abban a pillanatban, hogy megtudta, természetesen mellénk áll. Na most igen ám, de mindig, amikor valami hát döntő esemény történt, akkor mi következett? Elénekeltük a himnuszt. Na most, aki ott énekelte a himnuszt, az élete végéig nem tudja elfelejteni. Tehát ahányszor énekelem a himnuszt, én nekem befelé csorognak a könnyeim. Csak befelé, hát férfiak vagyok. Tehát nagyon fontos dolog. Ugyanis, ami közben énekeltem, a többivel együtt, már közben lehetett, már körülbelül a felétől kezdve lehetett tankot üdvözlését hallani. De azok nem ez a két tank volt, a két tank szépen fölálltott, és hát a kocsik is nem csak két tank volt. Tehát minden esetre
néz volt, sőt nem is a dübörgést hallottuk először, mert teljes hangerővel egy egész tér énekbe hívott. Azért ezt tessék végül mondani egyszer. Amikor hosszú ideig nem volt ildomos színuszt énekelni. Nagy nehezen eltűrték, de csak két internacionálé között. Tehát is vigyázzunk, hát csináltak nekünk 47-ben egy köztársasági indulót. És megpróbálták azt a himnusz helyébe bevezetni, ez elnyomás, szolga, sors. Tehát ezt nekünk tanulni kellett iskolában. És nem sikerült a himnusz felelet csinálni. Rákosinak se sikerült. De nem szerették a énekeit. Tehát azt jelentette, hogy nem, internacionális az, ami belefér. De himnusz csak nagyon-nagyon ritkás, akkor is csak ilyen kiegyensúlyozott közegben. És minden esetre akkor, hogy megszólal, ez mindannyiunk számára egy hatalmas élmény volt. És akkor látom, hogy fordulnak oldal felé, miközben énekelünk. És akkor látta az ember, hogy igen, jönnek a Honvéd utcán, vagy Néphadsereg utcán, tudom amelyiket, tehát amelyik egyenesen jön be a nagyközüttől, és jönnek a tankok. Utána hátrafelé fordulnak, hátrafelé, és ott aztán az Alkotmány utcai hajóra nézett. Végigjöttek a tankok. És akkor érezte az ember, én életemben akkor éreztem, hogy kész csapdában vagyunk. Itt innen nem lehet kijutni. A túloldalon nem tudtak tankok jönni, viszont ott meg tengerészgyalogság volt. Hogy kerültek tengerészek? Én megmondom őszintén, később azoktól féltem legjobban. Nem lehetett tudni ki. Akkor a legjobban a magyarul beszélőktől féltünk, ha fegyver volt a kezükben. És ha nem közöttük volt, de ott tényleg nem volt senkinek, közöttük nem volt fegyver a kezükben. Tehát tudni, azok biztosan álmosok voltak, vagy azok által irányított trúppok, csoportok. Tehát minden esetre ez volt az a pillanat, amikor úgy érezte az ember, hogy az egészen ezek az oroszok azért imitálták az átállást, hogy becsaljanak ebbe a keretcébe, ahol nincs kiút. Nem tudjuk hova menekülni. Egy hatalmas nyílt tér. És ez volt a döbbenetes, az ember érezte, amíg énekeljük a himnuszt, addig nem történhet bajunk. És énekeltük a himnuszt, és tényleg nem történt semmi baj. Tehát azóta van ez az élmény, hogy amíg énekelem a himnuszt, addig nem történhet bajunk. És amikor megbűnhődtem ára nép a múltat sérvenőt, abban a pillanatban volt ez a ratatatatatatá. Tehát valami félelmetes volt, mert tényleg addig tartott az élet. És hát olyankor mit csinál az ember? Nem volt hová, hátam mögött tankok, jobb oldalon tankok, bal oldalt alig van remény, mert bal oldalról jött el. Tehát azért a zöme az a Földművelési Minisztérium tetejéről jött. És akkor történt az, hogy aki elérkezett, nem volt hova menekülni. Csak a parlamentnek a szembenézeti baloldali árkádjai alá. Tehát ha most elmegyek ott előtte, még mindig érzem ezt a szorítást, de szabályosan belökött a nép, de annyira, hogy ott ilyen drót háló van az üvegek előtt, és úgy benyomtak, hogy ilyen lett a drót háló után. Hát akik szélén voltunk, azokat hát halálfélelem mozgatta a tömeget. És amikor oda beszorultunk, itt jött a igazi őstette az oroszoknak, az beállt elénk a tank, és ezért nem tudtak belőni, mert oda messze be lehetett volna lőni fölülről. Tehát nem voltunk védve, ez egy árkád sor. Tehát oldalról is még be tudtak volna lőni, meg előről is. Mind a két irányba elállták a szöget. Tehát tulajdonképpen bennünket ők mentettek meg. A parancsokat egyébként lelőtték, tehát azt láttam saját szememmel, hogy lehanyagott. Hogy ezt túlélte, nem érte, azt nem tudom, de egy biztos, hogy ezeknek tényleg kellene egy emlékművet állítani. Ezeknek. Na most, itt jött a gond, hogy fogunk onnan kikerülni. Mert jó, most pár percre, hát ott biztonságban van az életünk, hát ott az ember látta, hogy érkezett a mentőautó, egyből kilőtték. Egyébként azt az oroszok is kilőtték máshol. Az meg, hogy dumdungolyot használtak, amit egyébként a Genfi egyezmény szigorúan tiltott. Tudjuk, mi ez a dumdungolja, ez a robbanó. Tehát odaér a felületre, és azonnal robban. Hát két teológus, református teológus ebbe halt bele. Mert lábukba kapták, semmi bajuk nem lett volna. Szavasan letépte a lábukat. És hát elvéreztek, mire odaért többi. Tudjuk, a teológia, hát ez egy hosszabb történet, nem bíbelőm vele, de lényeg az, hogy onnan, aki fegyvert akart fogni, az szépen összehívta ezeket a fiatal embereket. Az édesapás mondta, hogy aki fegyvert akar fogni, nyugodtan menjen ki, de az többet ide-vissza nem jöhet. Tehát mi papok vagyunk, a lélekkel foglalkozunk.
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a sebesülteket mentsük, vért adunk, és itt van, de fegyvertek magattól. Ha igen, ha a lelketek erre szólt, akkor menjetek ki, áldásom rátok, de akkor ide vissza nem jöttek. Ez azért volt nagyon fontos, mert pontosan jelezte, hogy itt két különböző szintről van szó. Tehát az egyik az, aki jelen van a harcban, jelen is voltak, de maga fegyverrel nem lő. Tehát magyarul a másikat nem megöli, sőt, ha kell, vérét adja érte. Semmit nem néztük, hogy kinek adják a vérünket. És tudjuk is, hogy adtak oroszoknak is vért. Abból, amit mi adtunk akkor. Tehát nagyon lényeges dologról van szó. Hát ezután, ugye, hogy tudunk onnan kikerülni az ebbe? Természetesen, hát nem tudom, mennyivel utána kezdtétek a halottakat gyűjteni, mert közben az szó szerint életveszély. De szó szerint, tehát ott nyírták ki, a nyulakat úgy lőtték, aki ott maradt. Úgyhogy csak egyet lehetett csinálni, és ezt megint az oroszok csinálták, hogy szépen föligaz, de láttuk mindezt onnan hátuk mögül, hogy föligazította az ágyúját a tank, és belőtt oda, ahol az ágósok voltak. Talált is, el is hallgatott a gépfegyver. És ekkor történt a legnagyobb könnyelműség részünkről, és azt hittük, hogy ezzel vége. Tehát, hogy egyetlen géppuskafészek van. És mi történt? Elindult teljes szélességében, ez egy jó mély árkád. Tehát annak teljes szélességében elindult a tömeg kifelé. Nekem egyetlen óriási szerencsém volt, hogy letapostak és a cipőm leesett. És amíg azt kerestem a futó lábak között, újra megszólalt a gépfegyver. Kiderült, hogy nem egy géppuskafészek volt. Nem volt ott egy egész sereg. És ez azt jelenti, hogy akkor ütték egyébként a tankon már így fölálló tisztet is. Tehát azt jelenti, hogy akik onnan kiáradtak könnyelműen, hát azok között iszonyú kaszálást végeztek, azok ott húgottak el végig menet közben. Hát én természetesen már nem indultam el, hanem akik visszatudtak áramlani, visszajöttek, akik elérték a legközelebbi, jó messze lévő házkapuját, hát azok elérték. Na most a következő menetben mindig van, és erre mindig kell számítani. Ahol a legnagyobb veszély, ott van a legközelebb a segítség. Mindig volt olyan valaki, aki tudta, mi a megoldás. Ez egy általában öregebb tapasztalt valaki volt, második világháborúban részt vett, tudta, hogy hogy kell ilyenkor viselkedni. És az első volt, hogy megnézte, hogy ha én oda akarok jutni, akkor milyen fedezékről használható objektum van. Most ott volt, hála Istennek. Tehát ha valaki megnéz, ott van ez a szellőző berendezés, jó magas palánka. És ami a még nagyobb szerencsénk volt, hogy egy elég mély úttest vezet. Ez azt jelenti, hogy a patkája jó magas. Tehát levegőben úszva, puff, el kell érni a patkát. És elértem, ott egy lapos kúszásban el lehet érni odáig, ahol akár négy kézláb mehetek. Mert ott már, mert ők fölülről lőnek, ne felejtsük el. Ott pattogtak gyönyörűen ezek. Ott van az ember röhögött rajta. Hát tudta, hogy nem érheti el. Tehát vagy az egyik oldalon pattogott, vagy fölöttem pattogott, nem tudott elérni, mert olyan magas a patka, hogy egyszerűen fedezék. És utána mondom, mikor már a szervező berendezésnek voltunk, hát ott már nyerekben voltunk. Igen ám, csak onnan jött az utolsó futás. Onnan ugyanis még egy elég szép távolság az első kapu. Hát akkor volt, hogy már jó Isten, meg akarsz tartani, ha megleszek, ha nem, akkor annyi nekem. És akkor volt az, hogy egyenként szigorán, pak, már elég. És akkor az ember arra is rájött, hogy nem kell őket túl komolyan venni. Nem tudnak célozni. Nem tudnak. És lehet, hogy ne ugyanazon a pályán fussunk. Hát ez aztán meg külön dolog, hogy először ugye úgy tesz az ember, mintha kiugrana, akkor ők rá, és abban a pillanatban, amikor abba hagyják, akkor kell indulni. Nagyon gyorsan nem tudják reflexzerűen működni. Tehát lényeg az, hogy akik ott voltunk, mind megmenekültünk. Na, hál' Istennek. De amit bent láttunk ott a kapuajban, hát azt felejt. Ott kilógó belek voltak, iszonyú, de van iszonyú volt, amit volt. Szóval amit ezek, mert ezek elérték valahogy a kapuajat, de hát hogyan? Szóval az tényleg, az infernális dolog volt. És ott jött először egy olyan sokk az emberre, amit nem tud uralkodni. Ezek zsigeri dolgok. Tehát míg akcióban volt, addig nem volt semmi gond. Hát vitte az ösztöne. De ott ezt látva, és kicsit lenyugodva, hát ez borzasztó volt. Úgyhogy emlékszem, onnan már a másik, a Keskeny utcában mentünk, na akkor jöttek ezek a tengeri dalgosok, és én úgy elkezdtem tőlük félni, mert tényleg kiszámíthatatlanak voltak. Tehát akkor már tudtuk, hogy nem az oroszok lőnek.
Tehát, hogy ezek most halomra lőnek bennünket, mert egyetlen kijárás volt. Csak azon az utcán tudtunk onnan kijutni. Tehát, ha itt Keletce van, már pedig látszott, hogy Keletce van, hát az ávósok megvárták, míg összegyűlik, megvárták, míg tele van a tér, és akkor kezdtek lőni. Na most ezen is túljutottunk, és itt volt az élmény, hogy mindenki egyszer csak urrá lesz ez az a reszketés, ami nem tud uralkodni. Nem tud uralkodni. A következő utca sarkon létre a tetejéről verték le a vörös csillagot. És akkor jött rá az emberre, hogy üvöltsön, hogy ne tegyétek, ő nem tudjátok, mi történt két utca sorokkal. Ti is azt akarjátok, hogy halomra lőjenek benneteket. Tehát egy olyan reflex, hogy menteni, aki értelmes ember, aki normális, aki hát tele van, hogy tényleg nemzeti érzelem a szónak a legjobb értelmében. És aztán az ember rájött, hogy nem az én feladatom. Nem ez az én feladatom. Az én feladatom az, hogy eljussak valahogy, haza biztos nem tudok jutni, mert már mindent lőttek. Hanem akkor be a teológiára. És én még akkor azt hittem, hogy ez lesz a menem. Na most kiderült, az én édesapám benn maradt ott, mert hát ott maradtak a diákok, tehát nem ő volt akkor a dékán, és második ott elég egy kisebb, ő látta rajtam, hogy volt, nem engedett haza. Tehát mondta, hogy akkor most pihenjek le, és ő a rádióban már tudta, hogy ott zajlik. Úgyhogy amikor megtudta, hogy onnan jövök, azt mondta, hogy szó se lehet, hogy hazamegyek. Haza telefonált, ne várjanak is. Na igen ám, de még aznap este, ez volt ugye 25-én, nem, másnap este, 26-án, este sötétedéskor beállít egy olyan kocsi, fekete kocsi, amire föl volt téve a vörös kereszt. Tehát nem volt vörös keresztes autó, ezeket szépen kilőtték. És a bátyámnak az egyik évfolyamtársa ült benne. Ő is a mentőknek szolgált. És azt mondta, hogy vért adni, mert nincs vér a kórházakban. És hogy azért jött ide, mert hát ez egy egyházi intézmény, hogy talán vállalják ugyan. Na most itt kell figyelni a dolgokat. Ugyanis eddig spontánul bele sodródott az ember dolgokban, nagy részt a saját kalandvágya, forró vére és így tovább miatt. Igen ám, de itt most mi történt? Itt az történt, hogy összehívta a diákságot az édesapám, kiállt középre és azt mondta, ki jön velem, kérdezte őt, tehát ki jön velem vért adni a Péterfi Sándor utcában. Most ez teljes vége az egész útvonal a szovjet tankokkal volt megnapva. Nem volt olyan, hogy annyit kerülünk, hogy kikerüljük, hogy nem lehetett kerülni. Tehát nem az volt, hogy fiúk akkor hányan jelentkeztek, hanem arról volt, hogy kiállt középre, és azt mondta, hogy ki az, aki velem jön vért adni. Na most ez volt a pillanat, amikor látni lehetett az arcukon a rémület. És ekkor volt az, amikor az emberek megmozdult a lába. Egyszerűen nem, ahogy mondtad is, itt nem ész dönt. Ilyen pillanatokban nem ész dönt. És abban a pillanatban, én az édesapám mellett álltam, hát én ott tudtam meg, hogy ő egy hatalmas ember. Addig is tiszteltem, de szóval itt. Egy életre. De hát mondom, addig is csak. Tehát itt abban a pillanatban, hogy már ott álltam mellette, már az egész férfi társadalom. És egy nő is. Most ez a nő egy ilyen pici volt. Hónom alatt nyugodtan elsétált. Ő volt egyedül teológaként ott, na most őt ültettük úgy, hogy középült, tehát mindannyian körbeültük. Ha lőnek, akkor hát lehetőleg őt védjük. Na most még mindig nincs vége a történetnek, bár vége lenne, ugyanis elindulunk a Rádai utcába, tudjuk, ott van a református teológia, elindulunk a Rádai utcába, ki a Kálvin térre. Igen, nem tudtuk, hogy a Kálvin térre, mert ott vannak az oroszok. Abban a pillanatban lemeszeltek bennünket. Abban a pillanatban benéztek, hú, ennyi fiatal, ott, ami most épült be nem régen a Kálvin tér, tudjuk, ez a két iszonyattal, ami ott van. Az nagyon hosszú ideig tűzfal volt. Egészen a ház őseinket voltak, tehát ezt már tudta az ember, itt már nincs is mitől félni. Egy sorsunk lesz, ha úgy döntöttek felünk, hogy megmenekülünk, ha úgy, hogy nem, együtt halunk meg. Kész. Ennél nincs szebb halál. És hát ügyért halunk meg, tehát nem tudom, pénztárszéken tagoznak velünk. És mi volt az óriási, hát mondjuk mentő erő? Az, hogy az egyik teológusnak ott volt az öccse is velünk, történetesen is úgy bemenekült a teológiára, és ő orosz szakos volt. Kitűnően beszélt oroszul. És
hátunk mögött ott sorakozta, de ott ezzel a bizony davajgitárral. Tehát teljesen tiszta volt az ügy, ennyi fiatal nem mehet tovább, ebből mind harcos lehet. Lehet, hogy csak átszázzák magukat teológusok. És akkor mondta, hogy vért adni megyünk, és figyeljen ide, mert már legalább annyi orosz halt meg addigra, mint amennyi, hát a mi részünkről. Ebből a vérből maguk is fognak kapni. Abból, ha itt kiontják a vérünket, senki nem fog vért kapni. És ezt annyira értelmesen mondta el, hogy egy ilyen kis lélektani szünet után, szerintem a bansda is akkor tűnjenek el. Bementünk mindannyian, elindult a kocsi, és erre benyúl a zsebébe, hát mindannyiankat megmotoztak, mondom sem kell. De úgy, hogy fogunk mindent. Erre benyúl a zsebébe ez a bizonyos orosz szakos, és kiemel ekkora csomag golyót, puskagolyót. Most akkor kellett volna látni az édesapámat. Hát, hogy meg nem ölte ott, az csak annak volt köszönhető, hogy úgy körülálltuk. Azonnal leállította a kocsit, kinyitatta az autót, most azonnal vágt innen a francba. Tehát óriás, egyedül őt nem motozták. Ha őt megmotozzák, kész, abban a pillanatban. Onnan sem kell, vért adtunk, nem tudtak visszahozni, tehát teherautón kellett, nyitott teherautó, mindenütt már barikádok voltak, tehát egyet lehetett csinálni, középre beültetni ezt a leányzót, körbeültük, nyitott teherautó, ő fölnyomott egy fehér valamit, a jó célpont, mondom sem kell. És csak azt lehet csinálni, hogy mindig, amikor ugye minden nagy utat, ők végiglőttek hosszában. Tehát eleve úgy álltak be a tankot, akárki akart átjönni, automatikusan lőttek rá. Tehát egyet lehetett csinálni, kivárni azt, tehát valaki kiáll és megnézi, hogy mikor, mert ők minden innen féltek. Tehát az időnként forogtak. És abban a pillanatban, amikor egy kicsit elforog, abban a pillanatban teljes gázzal zsumált. És mire odafordul és lő, addigra lőhet. Tehát így, de hát képzeljük el, mi volt, az egész csapat így szálltam egybe. Mert át ezeken a kuplikon, úgy át, teljes gőzzel, egy nyitott teherautóval, hát az ember drukkolt, hogy essen vissza a platóra, mert ha hát ez képzik. Tehát ez így, és akkor ezzel zárult le az a szakasz, mert kezdve a teológiát. Tehát töltöttem egész addig, amíg az első úgynevezett kivonulás megtörténik. Mindjárt visszaadom a szót, csak annyit még, hogy az élmény milyen. Akkoriban, hát ugye ez a két teológus ott a közelben, ezektől a Dominik bolyoktól életét vesztette, és azt is meg kell mondjam, hogy teológustól szokatlan módon mind a kettő egyébként kiváló tanuló volt, és lelkileg is nagyon magas szintű volt. Ott kint van most a képük, ki van téve a teológián. Emeleti folyosón, emléktáblán. Na most az egyik nagyon érdekes volt az eset, illetve a tanulságos nem érdekes, hogy akik kezelték, orvosok elmondják, hogy egyszerűen nem akart élni, még megmenthető lett volna az egyik. A másik az teljesen reménytelen volt. Azt már vitték be, hogy gyakorlatilag menthetetlen volt. A másikat meg lehetett volna menteni, le kellett vágni a lábát, le is vágták rögtön. Tehát teljesen szilárdosra volt, össze-vissza törődött vértől, tehát muszáj volt, és nem akart élni. És az ember később döbbent rá, hogy meg lehetett érteni. Annyira reménytelen volt a helyzet, hogy ő elvégezte itt azért, ennyit tudott segíteni. Rajtunk keresztül a világnak. Tehát bármennyire is nem helyesli az ember, ez nem öngyilkosság volt, csak annak a tudomásról vétele, hogy elvégeztem a dolgot. És a ne felejtsük el, elképesztően sötét volt a horizont. Tehát ott mielőtt hát elindultak kifelé, hogy majd befelé jöhessenek, ott volt egy olyan kritikus, hát ezek nem napok voltak már, inkább csak órák, akkor emlékszem, hogy elindultak, élelemre nekünk is szükségük volt. Tehát el kellett jutni egy boltig. Na jó, de hogy tudtunk menni? Károly téren ott voltak, errefelé néznek az ágyúcsövek, tehát mindig egyik ilyen benyílóból, tehát kapuajból a másikig kellett eljutni. És emlékszem, hogy ketten álltunk ott készenlétben a teológia kapujában, mert mindig kettenként indultak el. És akkor mondtam a társadalmát, nem tudom ki volt, melyik teológus volt, mondom, hogy lesz olyan világ, mint hogy nekünk egyik kapuajtól a másikig
így emelt fővel és nyugodtan lesz alkalmunk között. Nem. Szóval annyira teljesen reménytelen volt a helyzet. Hát ennyit akkor erről, én azzal adnám vissza a szót, hogy nem tudom, nem kellene megint énekelnünk valamit, mert utána megint egy drámai fejezet jön. Ez most semmi nem volt, ez egy ilyen hazaélménybeszámoló volt, és dokumentumok felolvasása, tehát megint azt javaslom, hogy énekeljük egyet, jó? Úgyhogy köszönöm a figyelmet, türelmet is, most akkor énekeljük, és utána hangos, amit te akartál. szándékű és különböző törekvésű emberek harcoltak fegyveresen,
és nem mindegyiknek volt egyenes a szándéka, és féltékenység is volt, ahogy szóló egységes. A legnagyobb igyekezetünk mellett ezt nem sikerült elérnünk. Aztán a parlamentbe mentünk küldöttséggel, próbáltuk volna rávenni a Nagy Imre kormányt arra, hogy fegyverezze föl a csepeli munkásokat, akik jelesül helyt álltak, egyáltalán a fegyveres nemzetőrséget hozó létre, mert a hadsereg nem lehetett számítani, a hadsereg szétesett, a rendőrség szétesett, és nem szükség lett volna egy fegyveres alakulatra, mert a véres csütörtök után, amikor egy második szovjet társaság özönlött be ide Budapestre, újabb frissek, azok raboltak már, az áruházakat fosztogatták, magyarok előtte nem tettek ilyet, de amikor a szovjetek mintát, példát adtak hozzá, akkor sajnos magyarok is elkezdtek fosztogatni, hiszen Lomper ellen az akkori Budapesten volt. Nem volt ez általános, de mindenképpen kezdett kialakulni olyan helyzet, ahol igen jó lett volna, a kormányra felesküdve létezik egy fegyveres nemzeti gárda. Nem sikerült, Nagy Imrével nem tudtunk beszélni. Nagy Imre szobája előtt egy kaposvári ABH-s állt, én ezt Kaposváról ismertem ezt az urat, ahol előtte iskolában jártam. Tildi Zoltánnal tudtunk beszélni, aki már a kormányban volt akkor. Tildi Zoltán teljesen szenén is volt, állandóan arról beszélt, még a börtönbe ült, elfajt a kapósáig. Ez a legfontosabb dolog volt ott abban a helyzetben. Két fiamnával is találkoztunk, akivel ugyancsak tudtunk beszélni, de ő sietett Bécsbe, hiszen a Nagy Imre kormány őt azzal bízta meg, szociáldemokrata volt, hogy a nyugatiakkal tárgyaljon esetleges segítségről, és Kádár akkor indult el, hogy ő pedig a moszkvaiakkal tárgyaljon az esetleges visszavonuláson. Nem tudtunk beszélgetni érdemével senkivel. Nekem külön az volt a feladatom, hogy a követségekkel tartsam a kapcsolatot, az amerikai követségre nem engedtek be bennünket, az angol követségre nem engedtek be bennünket, nagyon dolgosak voltak, de szó se lehetett, hogy bemehetünk. Két követségre engedtek be bennünket, az egyik a jugoszláv követség volt, lehet most utólag tudni már, hogy milyen szándékkal, a másik pedig a lengyel követség volt, a lengyel követségre igen jó szándékkal engedtek be bennünket. Én a börtönbe lengyel követségről valóban találkoztam, hanem ott rendeztük meg a beszélgető délután, abban az árkában löktek be, ahol meg lengyel volt már, de jugoszlávval egyel sem találkoztam a börtönbe, lengyelek igen sokan börtönbe kerültek 56 után. Folytak a harcok, és itt Budapesten a javarész gyerekekből álló, kamaszokból álló fegyveresek megszégyenítették a világ legerősebb hadseregét, mert akkor a szovjet hadsereg volt a világ legerősebb. Nem tudtak mit csinálni, előfordult az, hogy egy busz ment a páncélosok előtt, és keresztbe fordult egy kis utcán. A páncélosoknak meg kellett állni, nehézkes a páncélos, hogy meg tud fordulni, visszafele, ha nem tud tovább, mert ott volt mögött a harmadik, és molotov koktélokkal kiégették szépen őket a páncélosokat. Hihetetlen vesztesége volt a szovjet hadseregnek. Meghalt a szovjet katonák közül, mint amennyi magyar hős elesett a szabadságharcban, mert elsősorban a szabadságharcú. És bekövetkezett az a nap, amikor megegyezett a kormány, a magyar kormány szovjetekkel, miszerint első lépésben kivonulnak Budapestről, és egy második lépésben pedig, aminek várni kell, elhagyják a hazát, elhagyják Magyarországot. Akkor volt egy nap, ez a harmadika, amit nem felejtek el. Egész addig én egy szemmunyás nem aludtam, nem csak én nem aludtam, mint ahogy Sanyi rájött az álmosság ebben a levegőtlenségben, hanem nem aludt senki a forradalmi diákbizottságban, és elég sokan voltunk ott, akkor már volt fegyveres osztagunk is. És mentem haza a Vénesi útra, hogy kialudjam magamat. De azt a napot nem igen lehet elfelejteni, csönd volt. Csönd volt, annak ellenére csönd volt, hogy
kopácsolták, mert hozták rendben már a villamosineket, a villamosvezetékeket, takarították el a romokat a utcáról, és gyalog kellett menni, a jármű semmi nem jár. És ahogy mentem gyalog, emlékszem rá, sütött a nap, és igen jó kedvem támadt. Igen jó kedvem támadt, olyan volt ez, mint a régiségben gyerekkoromban a legnagyobb ünnepek. Mint a legnagyobb ünnepek. Újságárosok járták már, újságokat kínálgattak, nem árusították az újságot, egyre több újság megjelent, magyar címeneket árultak, perecet osztogattak a parkon. Egy nap csönd és béke volt. Hazamentem a kollégiumba, ahogy letettem a fejemet, letettem, ahogy leesett a fejem, úgy aludtam el, és hajnal felé arra ébredik, hogy mozog az ágy. Mozgott az ágy, mert lőttek. Elszeveszettel lőttek, lekapcsoltam a rádiót, házban voltunk egy szobában, a Vénus kollégiumban, bekapcsoltam a rádiót, és akkor hallottuk Nagy Imrének azt a drámai szózatát, hogy a kormány a helyén van, nem sokáig volt a helyén, és a világ nemzeteit szólította fel, hogy segítsenek, mert a szovjetek megszekték a adott szavukat. Erővel törtek ránk, negyedikén, ezen a napon, és utána tényleg nem sokáig tartottam, mert az teljesen célszerű lennett volna. Én november 4-e után még egy darabig a forradalmi diákbizottságnak a vezetője voltam, aztán egy új csapat jött, akik leváltottak bennünket, egyébként engem is leváltottak. Én nem ismertem, oda jártak a eltére, nem ismertem ezeket az embereket, és akkor keresett engem Pozsár István, aki egyik vezetője volt a forradalmi diákbizottságnak, kollégiumban, hogy van egy illegális mozgalom. Ez a demokratikus ellenállási front volt, és ennek a illegális mozgalomnak van egy lapja. Ez az október 26-a című lap volt, és nem segítenék a szerkesztésbe ezt, természetesen szívesen vállaltam. És ez a szervezet, a demokratikus ellenállási front, ez fogta össze a kommunista pártnak a Nagy Imre szárnyát, a kétféle kisgazdapártot, a Petőfi pártot, ami a parasztpártnak utódja volt, a Szirmai féle ifjúsági párt is ebbe tömörült, de egy illegális szervezet volt, és ennek a vezetői ezt már a börtönbeli tárgyaláson tudta meg. Ennek a vezetői tárgyalásra álltak a Kádár kormánnyal, ugyanakkor megszervezték a sztrájkokat, és segítették azokat a szorványosan meglévő ellenállási polcokat, ahol hadszoltak hozzánk átállt szovjetek is, meg hadszoltak még magyarok is. Aztán elfogtak engem. Volt egy barátom, akinek az apját annak idején a Szovjetunióba ölték meg, orvos volt az apja, belekeveredett a 18-as, 19-es fölfordulásba, menekülni kellett, Szovjetunióba menekült, mint kommunista, de aztán most alatt kinyírták, és ez a zsidó barátunk bent volt a tolmács irodán, kiváló beszél rossz nyelven, és ő mindig értesített bennünket, nem csak engem, hogy éppen hol vannak a nyomunkban, mert a nyomunkban voltak, a fél országot becsavarogtam, és a következő évben, 57-ben, januárban megvolt a útlevelem, a hamis útlevelem, mehettem volna az akkori Jugoszláviában, Újvidéken, ösztöndíjat kaptam volna, hogy folytassam az egyetemi tanulmányokat, sőt az Újvidéki Rádiónál, a magyar nyelvi adásnál lett volna feladatom. De emlékszem rá, akkor január 22-e volt, láttam a hidon, a Margit hidon,
akkor már kezembe volt a hamis útlevél, meg valamennyi pénzt is adtak, hogy legyen nálam pénzmag. Az akkori kislányjal, menyasszonyommal, mert menyasszonyom volt, egy szerb leány, aki az újságíró szakon tanult, aki roppantul örült annak, hogy oda menjünk a Dővidékére. És ahogy álltam és néztem a vizet, én éreztem, hogy nem tudok elmenni ebből az országból. De egész biztos voltam benne, hogy letartóztatnak, és azt is tudtam, hogy olcsón nem úszom meg. És nem lehet tudni, hogy miért. Vannak olyan emberek, akik szeretik ezt a hazát, és semmi kifogásunk nem lehet ellenük, és nem könnyű szerrel így tudják adni. Vannak viszont másfajta emberek, ilyen vagyok én, és ide vagyok gyökerezve szó szerint. Szerint bárhova mentem a hazán kívül, a Kárpát hazán kívül, alig vártam, hogy beérjek a Kárpát-medencébe. Alig vártam. Számomra elképesztő volt, akár van ösztöndék, akár nincs ösztöndék, akár letartóztatnak, akár nem tartóztatnak le, hogy itt hagyjam ezt a hazát. Le is tartóztattak. 23-án éppen a hadiszálláson voltam, nem főhadiszálláson. Ott, ahol találkoztam minden alkalommal azzal emberrel, aki nekem átadta a hosságnak a megfelelő részét, és azt nekem tovább kellett vinni egy másik hadiszállásra. Amikor is Erzsi velem volt, mert szerelmes párt kellett játszani, nem volt nehéz, mert tényleg nem szeretem Erzsi. És amikor jöttünk ki az épületből, akkor láttam, hogy az autóbusz megállónál, mire fel akartunk szállni, föl is szálltunk, ott két olyan ember átsorok, egy gyanúsak, mert az alakjukról meg lehet ismerni a urakat, és összeálltak a buszra. A Moszkva téren mi leszálltunk, bár nem ott kellett volna leszállnunk, és ők is leszálltak utánunk, akkor én futásnak kerettem, Erzsi is futott velem, nem bírta szegény. Én el tudtam volna menekülni egyedül, csak nem akartam hagyni őt. Egyre közelebb kerültek hozzánk a üldözők, és a vérmező mellett, amikor a villamosra fel akartam szállni, akkor lerántottak a villamosra. Na, ott kezdődött a börtön élet. Bevittek akkor egy keleti kapitányságra, oda kellett állni a falhoz, és úgy kellett odaállnom a falhoz, hogy az orrom meg a lábam múlja az érjel falat. Nem ütöttek meg engem, csak két oldal pisztolyjal időnként odasóztak a falra, és az ember önkéntelenül rántja a fejét, és a másik oldalról sóztak oda a falra. Úgy két órai szórakozás után összeestem, akkor Erzsi már nem volt ott, mert közben foggattak, és mondtam neki, semmi köze semmihez. Ez volt az első letartóztatásom. Akkor a Markóba vittek, a Markóba általános begyűjtés volt, még a folyosón is voltak, egy szobás. Egy ágyas szobába kerültem, lárkába kerültem, ahol rajtam kívül még 12-en voltak. Aki a legrégebben érkezett, az került rá az ágyra, aki utána érkezett, a második előkelő hely az ágy alatt volt. A legrosszabb hely az volt, amikor a Budinál volt valakinek a feje. Mert hát éjszakán kirejesz kire, az rájött olyan körülmények között. 4 hónapot töltöttem ott el, akkor még csak azzal vádoltak, hogy a diákbizottság tagja voltam. Volt egy tárgyalás, ahol betudták ezt a 4 hónapot, szabadon bocsátottak, de tudtam azt, hogy azért bocsátottak szabadon, mert szeretnék a lebuktatnák embereket. Megfigyelték, hogy hol megyek, én anyámat látogattam még Marcaliban. Sehol nem voltam azon kívül, és talán 2 hetet töltöttem szabadlábon. Elsőre bent ülünk a kusába, valamilyen Mária Lady filmen, a repülő a feliratoknál szállt föl a képen, amikor valaki úgy rácsapott a bal vállamra, hogy szinte ma is fáj. Azt hittem, hogy valamelyik bajtársam ismert meg ott a moziba, de pillanatok alatt kiderült, hogy nem, mert egy pisztolyt éreztem a oldalamba. És mondta az ő, hogy akkor feltűnés nélkül kövessen. Persze az egész mozi oda figyelt, mert közéltem ültem, még onnan kikászálódtam.
Hát csodák ezek a letartóztatások. Részt az filmekben lehet ilyet látni, mert a vészkiáraton mentünk ki, volt egy ilyen öblös rész, és ott legalább ötten állt a géppisztolyra. Megy ki egy egyetemista gyerek, nyár volt, egy szál bászógatjában, meg egy szál pólóba, és ott állnak öten géppisztolyra, és végigmadoznak engem. Zsebkendőnök kívül nem volt más a zsebemben, meg a tésőn, akkor még nem is cigarettáztam. Elvittek akkor a főutcára, és a főutcára hallottuk. Tudtam azt, hogy a fejezete kezdődik az én börtönéveimnek. Nem mondom végig, mert nagyon hosszan tartana, de egy dolgot föltétlen szeretnék elmondani, hogy előre elkészítettek jegyzőkönyveket, és azt az előre elkészített jegyzőkönyvet kellett volna aláírni, ami elejétől a végéig szemenszeret hazugság volt. Ezt a jegyzőkönyvet nem csak én nem írtam alá, nyilván a többiek se írták alá, csak azért, mert hősök voltunk, azért is nem írtuk alá, mert nem lehet tudni, hogy ha aláírjuk azt a hazugságköteget, akkor mennyivel többet adnak, vagy éppen az életünket is elvertik. A legborzasztóbb az volt, hogy közel két évig voltam vizsgálati fogságban a többiekkel együtt. Amikor végre ránk került a sor, akkor egyszer csak megszakították a tárgyalást, magánzárkán voltam, és természetesen nem mondták meg, hogy miért szakítják meg a tárgyalást. És akkor engem nagyon elfogott a rémület, mert a kihallgatásokon előkerült egy levél, Győre Imre pajtársam küldte Angliából, ő nem tudta, hogy milyen itthon a helyzet. Ezt a levelet is abban azt írja, hogy küldjek adatokat és küldjek utasításokat. Én ugyanakkor börtönben voltam, amikor azt a két angol diákot elkapták, aki hozta a levelét, de nekem mutogatták a levelet, és abban az időben nem lehetett tudni, hogy kivettek engem abból a perből, ahol sokat rendőrvádlott voltam, ez a demokratikus ellenállási mozgalomnak a tere volt. Vagy pedig nem vettek ki. Én féltem attól, mivel megszökött a tárgyalás, féltem attól, hogy hazáruk sérni fognak a perbe. Akkor a legkisebb büntetés az 15 évnek kezdődött, mert rátették volna a zárulás felé. A magánzárkában az az egy év, az a pokla volt. Egyetlen egy dolgot szeretnék elmesélni, az pedig a gondviselés. Mert a pokok poklában nem mehettem ki az árkámból sétára se. A pokok poklában nem kaptam egyetlen egy könyvet se. Előnyömre vár az, hogy tornázni nem lehetett, ülni kellett az ágyon, de ültél az ágyon, akkor is úgy lehetett ülni, hogy a céltével a nyílással szembe, könyökölni nem lehetett, letekülni tőle nem lehetett, ahhoz külön orvosi engedély kellett, és még egyet tehettél, hogy föl alá jártál, tehát zártálva. Ebben lehet bedilizni. Általában két-három hét magánzárka egy közműtényesnél, az azt eredményezi, hogy azt is elmondja, amit nem csinált meg, csak fejezzék le ezt a fajta hallottási módot. Engem én azt hiszem az mentett meg, hát az Isten, hogy verseket írtam, nem volt szerúzza meg papír, hanem önmagamban írtam verseket, nem is zártam, sőt nekiálltam egy három felvonásos drámának a írásához, és vissza tudtam mindig nyúlni a második felvonásba, első felvonásba, mindig csiszolni, igazítani tudtam ezen a drámán. Ez az egyik, hogy én ott elfoglaltam magam. A másik dolog, ami megmentett, hála Isten, az az volt, hogy mivel a valóságos események hiányoznak az ember életéből, a Teremtő úgy dönt, hogy akkor az éjszakai álmok válnak valóságossá. Éjszakai én beleszerettem az egyik évfolyam társamba, akit egyébként nem szerettem, nagyon kedves lányból. Helyet is adtak, amikor menekültem, de nem voltam szerelmes bele. És minden éjszaka visszajött ez a szerelem is, valami önséges dolog volt, alig vártam, hogy éjszaka legyen, hogy lefeküdhessek, és az ember álombeli szerelmébe
és az történik, ami egyébként a hétköznapokban is megtörténik, hogy megcsalt engem az a megszerteltés. És hát ez valami borzasztó volt. De a történethez hozzátartozik, hogy előtte napokban, mielőtt megcsalt engem, előtte napokban, akkor már cigarettáztam, előtte napokban beesett egy gyufaszál, amivel tüzet adott nekem a sasszer, és ezzel a gyufaszállal oda a falra fölrajzoltam Erzsének a portréját, a gyufának a formával fölrajzoltam a portréját. Ez nagyon fontos dolog. Az, hogy én aztán a jelrendszerrel kezdtem el foglalkozni, az alaposan tényleg kapuszódott ezzel az élménnyel, hogy az a grafika ott teljes egészében meg tudta idézni azt a lányt, akiben éjszaka voltam szerelmes. Teljes egészében megidézte, ott volt. Jó lehet sokan, akik nem voltak ilyen helyzetben, ezt már olyan férfi is állapotnak hatják, de én Erzsivel, mert úgy hívták őt is, Erzsivel beszélgetni tudtam. Megéreztem a rajznak, a formának, amit ember a környezetébe letesz a hatalmas, minden földhagyott helyét. Azt mondom, amikor az a este megcsalt engem álmomban, akkor elhatároztam, hogy én letörölöm a képét. De nem volt könnyű dolog letörölni a képét. 5-ször, vagy 6-ször, vagy 10-szer, vagy akárhányszor megindultam, hogy letöröljem ezt a képet, mert igen haragudtam rá. Gyűlöltem őt, hiszen mocsok dolgot követett el ennek. És amikor rá tudtam venni magamat arról, hogy letörölöm azt a képet a falról, aminek elmondhatatlan fontos szerepe volt abban a magánszemélyes életben, amikor letöröltem ezt a képet, akkor úgy éreztem, hogy meggyilkoltam valamit. Nem lehet elmondani ezeket az élményeket, én valószínűleg gyilkoltam. Valószínűleg gyilkoltam, mert egyik alkalommal, még a harcok ideje volt, egyik barátunkat, aki ment volna át a lánykollégiumból az egyetemre, egyik barátomat agyonlőtték a szovjetek, és aztán két szovjet páncélautó jött, közvetlenül utána, hogy felfedeztük, mert lovagból néztük, és onnan irányítottuk mindig, hogy hogyan menjen át az ember a másik oldalra. Tehát a két szovjet páncélos az ott kiégett általunk, mert akkor volt már nekünk fegyverünk, én kopácsitól kaptam a saját szolgálati pisztolyát, volt kézigránátunk is. Kilőttük az egyik páncélautót, aztán a másikat kilőttük. Én is lőttem. Nem tudom, hogy gyilkoltam. És nem volt öröm ölni, mert öltem. Emlékszem rá, amikor kifőstöltük ezt a két páncélautót, és kimentünk a bajtársam fél, hogy behozzuk oda a kollégiumba, akkor ott álltunk egy darabig a szovjet jelölt szovjet páncélosok mellett, és iszonyú volt látni őket az embereket, akiket mi öltünk meg. Iszonyú volt látni. És az az iszonyú, ami ért akkor engem, amikor láttam a szovjet páncélos autóba, páncélautóba megölt szovjet katonákat, az közel nem tért ahhoz, amit éreztem, amikor elsütázni tettem onnan a falról. A leszámolás iszonyatos volt. A börtönben igen sok embert agyonvertek. Közel 400 ember listáson kivégzett kátára álltak. De ennél sokkal több ember a börtönben kizárható volt. Amikor kórházba kerültem, mert nem bírtam tovább a magánszárkán, mindent elkövettem, hogy kórházba kerüljek, először gondoltam, hogy éhségsztrájkot teszek, hülye gondolat volt, akkor vették el a olvasás előnyét tőlem, mert hát a Kádár börtönökbe éhségsztrájk nem lehetett. Utána elhatároztam, hogy akkor eltöröm a kezemet, és odavágtam a vasárgyra a karomat, de az első ütés olyan fájdalmas volt, hogy a másodikat nem tudtam megcsinálni, hogy kórházba kerüljek. Szóval úgy gondoltam, hogy megfázok. Amikor este kaptam a vizet, azt beöntöttem az ingem alá, igen ám, és ahhoz, hogy az ember megfázom, ki kell melegedni, ott meg alig fűtöttek a börtönbe, és hideg volt.
izületi gyulladást kaptam, mint később jelentkezett, de megfázni nem tudtam. Nem tudtam kórházba kerülni, akkor elhatároztam, hogy elég volt. Elég volt, és nem ettem. Az első alkalommal igen nehéz, akkor nem biztosítottam az ételt, elfogadtam. Első alkalommal igen nehéz volt megválni az ételtől, egyetemista koró voltam is mindig éhes. Nehéz volt lehúzni a budin, szedtem volna ki belőle második alkalommal is, harmadikkal már kevésbé, negyedik alkalommal, negyedik nap, amikor lehúztam a budin ételt, akkor már ilyen édes kis öröm volt bennem. Ötödik nap elhatároztam, hogy a vélemmel írok a végrendelkedést, mert olyan romantikus érzet fogja el az embert, amit el nem lehet mondani. Aztán a 9. napon beleestem a laborba, mert minden reggel beadtak egy laborvizet, és abba meg kellett mostani, mert a mosdóhely is ott volt, teljes összkont volt egy zárkán belül, és teljesen valami vissza egyedül volt az ember. És a kórházba ébredtem föl, a börtönkórházba ébredtem föl, és elmondhatatlan nagy öröm volt, hogy amikor fölébredtem, akkor egy nő hajolt fölé. El akartam menni ebből a világból. Mosonyincai kórházba kerültem, ott betettek 31-néhány embert. Később kiderült, hogy miért, mert írogattunk egymásnak dolgokat. Nagy hülyeség volt WC-papírra, és ezek a WC-papíros írományok, ezek ott voltak a vizsgálóbírónak a asztalon. Nyilván nem véletlenek a 32 ember közé, amikor egyébként magán az ágyban. Azért szakították meg a tárgyalást akkor, amikor én azt hittem, hogy külön ügyet csinálnak az én ügyenségemből, mert a Nagy Imre tehát ugyanaz a csapat, a Vida Tamás tárgyalata, és a Nagy Imre perután folytatták a tárgyalást. Amikor kikerültem a börtönből, akkor egyáltalán nem tudtam örülni. Igen, sok olyan filmet láttam, amikor a börtönből szabadult ember az úgy jön ki, hogy így föltartja a kezét, hogy urám, a csomagját, ezt is motyogtam, megmaradnak jött a börtönbe, azt meg oda dobja az első kapulát, és rohangolja az utcát előrömmel. Nekem a börtön elé oda gyökerezett a lábam. Iszonyú félelem volt bennem, hiszen egyik börtönből kijöttem, és tudtam, hogy az a másik börtön az nem nyílt meg előttem. Iszonyú félelem volt bennem, amiben is igazolódott természetesen. Hónapokig nem kaptam munkát. A hónapokig úgy volt csak szállásom, hogy a 5-ös Loránd Tudományi Egyetem kollégiumának az igazgatója, igen rendes ember lévén adott nekem egy szobát, de úgy, hogy nekem onnan hajnali 5 órakor el kellett takarodnom, mert jöttek haza alakult, akik éjszaka dolgoztak, arab gyerekek voltak, 2 arab gyerek volt, kapták kész a szobát, és egy nappal, illetve éjszaka ott vettem a szobámat. Mivel semmi pénzem nem volt, azért az igazgató intézkedett, hogy délbe kapjak egy tál melegételt, de akkor mentem be a menzára, ha már ott senki nem volt. Akkor is itt a konyha mellett volt egy kicsi kis helység. Ott volt a felmosogódor, meg nem tudom micsoda, mindenféle a takarítószer számot köthettem a ebédemet. Olyan éhes voltam, hogy minden este, amikor hazaértem 10 óra után a szállásra, akkor a szeménykosarat kiturkáltam a benne lévő szalámi helyet. Szalámi hajat, meg kenyérhéjat, azt igen jó viszont elköltöttem. A megtorlás iszonyú volt.
De van bizonyi megtorlás. Az én úgy érzem, hogy sokunknak a javára van. Van itt a megalázásnak az a sorozata, ami éri őt, amikor teljes kiszolgáltatottságban van, az földre szorítja. Van, akit teljesen tönkretesz. Volt közöttünk olyan, aki megőrült. Volt közöttünk olyan, aki amikor kijött, akkor alkoholista lett. És igen sok olyan ember volt közöttünk, aki családot hagyott, akinek volt már családja, miközben börtönbe ért. Én kegyelmorán talpon maradtam. És ahogy említettem az első részébe beszédemnek, folyamatosan folytatom azt a harcot, amit 56-ben elkezdtem. Kádár-Metszegor is, hiszen ott voltam a képzőművészeti avantgardban, ahol nem az avantgard volt a lényeg, hanem az a lázadás, amit mi tettünk néhány nap fiatal képzőművészet. És amikor Bab Gáborral találkoztam, első találkozásra is a foglalkozásra tettünk, akkor pedig abban a szellemi harcban vagyok jelen, ami a mai nap fogjuk és töretlen a fogjuk is. Úgy érzem, hogy várhatottak ennyi. Úgy, ahogy ott együtt lehettünk, akár a Lentéren, akár a Kossuth téren, meg együtt lehettünk, akár a 25-én a Asztóriánál, meg a parlament előtt, úgy azóta is együtt vagyunk. Bajtársra tudunk adni. És nekem ez igen nagyobb. Istenét, mert aki csak rá teszi
zenét. Megpendült harangon, pallérozott kardom, nem szabad én nékem az ágyban meghalnom. Áldozom értemet az ország javára, forgatom fegyverem, vitézek módjára. Az igaz halottnak hármat harangoznak, én árva fejemnek egyet se kondítnak. Nincsen a világon a magyarnak párja, ezt megbizonyítja a muszkák császárja. Szomorú az idő, nem akar változni, szomorú a szívem, el akar hasadni. Ha a folyó víz volnék, bánatot sem tudnék, hegyek, völgyek között zengedezve járni. Fát, füvet növelnék, porondot hajtanék, az apró halaknak magos martot ásnék. Fát, füvet növelnék, porondot hajtanék, az apró halaknak magos martot ásnék. Reményi Sándor, magunkba le, vedd a lámpát, magunkba szállunk. Nincs ezen kívül más szállásunk. Magunkba szállunk, ez most minden a külvilágban. Semmi sincsen a külvilág, rémek világa. Te is árva vagy, én is árva. A külvilágban kockázatban, a legártatlanabb szavakban, a külvilágban kémek lesnek lélegzetünkre is, fülelnek. Vedd a lámpát, magunkba térünk. Nagy a vétkünk, az emberségünk. Magunkba még mélyebbre szállunk. Nagy a bűnünk, a magyarságunk. Nyáj népé, nem akarunk válni. Hát minden tárnát fel kell tárni. Ahol még érsz van, emberi s magyar, hová le nem hagy semmi zivatar. Lassan megszűnünk írni, sírni. Segítségül bárkit is hívni, nemzetforgácsot, csillagtöredéket. Minket ugyan kis odaér meg, vagyunk kétféle értetlenség, mennyegzőkön külhoni vendég. Ki nem volt, ki nem elég itt semmi ország, egyedül ez a mély mennyország.
Vedd a lámpát. Magunkba térünk. Nincs űrvilágban menedékünk. Érzed? Réteg, réteg után szakad. Omlik be, tétova léptünk alatt. Ez még mind rövös, érzéki világ. De mi megyünk mind mélyebbre, tovább, ahol már csak a lélek lelkesít. Megyünk, meg nem állunk az Istenig. Thank you.